Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. A Klassz FM-en. 6 óra után vagyunk, 14 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Egy akkora legény folt van a pulton, gyerekek, hogy hát csak mondom, hogy... Roli, egyedül nem voltunk, tudom, hogy magányosan. Roli learatta a babérokat éjszaka, vagy meglátogatta esetleg egy kedves odaadó hölgy Nagykanizsáról mondjuk, Debrecenből, nem tudom honnan, de hogy azért itt fura dolgok vannak a pulton. Csak impregnál előtt azt a pultot, hogy Gyula. Egy lámpaoltást, egy szemüveget és egy ilyen lila fény tudod, amivel így mennek az NCIS-ből, és szeretnék így végigmenni a pulton, hogy mi történt itt éjszaka, mert hát az ott nem tudom, hogy az ott micsoda. Cseréljetek most helyet. Ma mégiscsak kever, inkább te Zsül. Micsoda, Roli kever, vagy ő bent, igen? Nem, ő rendes, igen? Persze mindent csinálja. De ha összerakod előre az egy órádat, mert ugye meg tudod csinálni, akkor viszont egy óráig ráérsz is. Akkor egy óráig ráérsz. Hát lehet, hogy Roli ráért. Van fizetett csatornánk esténként, tudod, felnőtt hát alkalommal. Hát én demobiztos időkben hallottam, mit csináltak még ott a Garamék, meg a Kaldenek Grantiék, meg mindenki. Sose történt olyan. Ott voltak nagy dolgok. Talán ez most már mindenki kezd fellőni egy kicsit, de hát azért megkérdőjelezném, hogy mi is történt itt valójában. Mindenki kezd, de a Roli még nem. Ilyen tényleg egy lila fény, tudod, mi az? Spektroszkóp, vagy mi az? Nem tudom, hogy végigvilágított, tudod, a falat, és ilyen brutál foltok mindenhol, meg nem tudom mi. Erre az nem néz ki. Nem néz ki túl jól. Na mindegy. Ha a hideg van, hűvös van, mindenki öltözön föl, jó, nem mondjuk többet, de csak reggel egyszer, jó? Uh-huh. Csipős a reggel, ködös, undorító, nyákás, úgyhogy téligumit eldöntöttem. Kellemetlen, viszont jó hír, mert hogy ugye a jövő héten kitelepülésen megyünk az ország különböző pontjaira. Jövő héten ilyenkor speciál Esztergomban leszünk, ahol még egyáltalán nem jártunk, a Széchenyi téren, hogyha jól emlékszem. Így van, kitelepülés formájában még nem. Ugyan, igazad és speciálban. És hát ami jó hír az, hogy egy picit melegebb lesz. Melegebb lesz a jövő héten. Tehát hát a mínuszok eltűnnek, az a baj, hogy napközben reggelenként a mínuszok eltűnnek. Most nézte meg. Igen, az a baj, napközben ugye 10-11-12, mire felmelegszik. Na most ugye hát, szóval, hogy azért mi 10-ig vagyunk, de reméljük, hogy most egy kicsit ott még kegyesebb lesz az időjárás, és már 8-kor elkezd nagyon melegedni. A lényeg, hogy nem fog esni, és számomra ez az egyetlen, ami tényleg a legfontosabb, hogy a hideg ellen lehet védekezni, fel lehet öltözni, az tök jó. De ha szakad az eső, az akkor meg vagyunk lőve. És valami brutál jó időt mondanak egész jövő hétre. De egyébként sírtem Dubájt néztem, ránéztem Dubájra, és 30-30. Mi van? Jézusom, mondom, milyen meleg front. Milyen meleg front. De egyébként kitaláltuk Janival, hogy hihetetlen kegyet fogsz majd gyakorolni az alattvalóid irányában, akik ellátogatnak a kitelepülésre. A 40 fokra fölfűtött stúdió ajtaját 5 percenként kinyitod 1 percre. Igen, aki nagyon, és aki közel áll, az kap majd belőle. Én vállalom, hogy aki nagyon fázik, 5 perces váltásba bejöhet melegedni. Tehát tényleg, hát ugye nekünk azért jó lesz, mert ott ülünk a meleg üveg stúdióban, de elkövetünk mindent, hogy nektek is jó legyen. Én nagyon szívesen a bögrémből majd nem tudom, osztok teát, főzök mindenkinek egy teát, ugye nem lesz annyi filter. De hát igen. Na, de jó, de egy autóért meg kell dolgozni. Hát, na, hát azért itt arról van szó, hogy egy Vitara 1.6-os szépen felszerelt kis vadonatúj kis autó gurul be majd valakinek a falá. Úgyhogy, sőt, tehát nem is a falá, már az ablakba decemberben kirakhatja. Hát ahova szeretném, tudom, begurítjuk bárhova. Megorítjuk bárhova, úgyhogy autót lehet nyerni a jövő héten. Érkezett kérdés hozzám a Fácse Bookon, ahogy azt kérdezték, hogy aki nem tud eljönni egyik helyre se, az annak lehet-e autója? Lehet. Lehet. Nekem ha vesz magának. Ja, oké, én is ezt írtam, beleült, hogy vezetik. Szerintem old meg. Nem, lesz egy olyan játék, igen, a turné alatt, amikor is azok kapnak lehetőséget, akik nincsenek ott a helyszínen. De nyilván nagyobb a lehetőséget, hiszen a helyszínen kint vannak mondjuk 500-an, 1000-en, 2000-en. Ugye? Abból választunk majd minden nap valakit, aki kulcs tulajdonos lesz, és hát így jönnek össze majd a kulcs tulajdonosok, valakinek a kulcsa ugye nyitja az autót. Viszont az adáson keresztül ugye egyszer meg fog érkezni 10.000, 20.000 SMS, amikor majd elmondjuk a kérdést. Sokkal kisebb az esélye, hogy kiválasszunk téged. Mint hogy ott vagy a helyszínen, bedobsz egy csomó szórólapot, kiválaszt az Intesz egy hostess lánynak, csini, rákacsint, az lefizeted, elviszed a üvegstúdió, meg mit tudom és hát, bár a hostess lányai nem ilyenek is, nem adjuk őket, és ott nyered meg a lehetőséget. Szóval nagyobb sanszod van. Nagyobb sanszod van. De lényeg, hogy be lehet kerülni úgyis. Lesz rá lehetőség. Adunk lehetőséget, így van. Haj, szörnyű napom volt tegnap, gyerek. Már megint mi? Mi szörnyű napom volt tegnap, mert egy darab stuszkulcsom van. Ugye nem tudom, hogy tudtam egy autót venni, azt mondták, egy darab csúszkulcsa hozzám.
biztonság technikai szempontból, hogy el ne lopják a másik kulcsot, de miatt van csak egy. Na most a sluszkulcs felszívódott. Tehát az van, hogy tegnap másfél órát kerestük a lakásba, és nincs meg a sluszkulcsom. De hogy így sehol. Tehát vagy a WC-be esett, amikor Oda mentél, igen. Oda mentem, vagy kidobtam, a kezemben volt valami, mert egyszer nincs meg. Viki autójával kellett jönnöm, és nincs meg a sluszkulcsom. Tehát itt tartok jelen pillanatban, és nem tudom, mit csinálják. Hogy csinálnak sluszkulcsot? Hát úgyse, hogy nincs meg, mert ha egy van, akkor Lemásolják, hogy vigyen be. Ha egy van, mesélj be nekik, és az alapján elmondással. Hát mi? Azt hiszem, hogy itt volt egy ilyen kis, igen, itt dudor volt itt, meg itt középen végig egy vájat. Nem, nem mondd ezt, létszi, nem mondd ezt. Lesz egy autókulcs nélkül, és ott fog állni életem. Mondom neked, teljes zárt csere, plusz az indító is. Mindent újra ki kell cserélni. Most, ha most nincs miért mondod ezt, Feri, mert így van? Mert így van, azért nem akarom. Nem de miért nem csinálnál a kulcsot? De hát miben, ott csinálsz? Ami forgalmi alapján, ő lekéri a gyárból. Ja, ha lekéri, akkor csak neked szerintem a forgalmit sincs meg. Ugye? Hoppá. Ismerlek. Melegedik a pite. Hoppácska. Az a baj, hogy melegedik a pite. De akkor nem marad más hátul, valahol le kell bontanod a burkolatot, két jó drótot ki kell húznod, amik a gyújtásért felelősek, és reggelként mindig... Olyan nyomott éjszakám volt, hogy ezzel álmodtam konkrétan, meg fölkeltem hajnalban, még egy kicsit megint kerestem, amikor így, tehát úgy szívódik föl, hogy a kabátodat, a nadrágodat átnézed, de 6-szor. A kocsiba visszamész, megnézed 8-szor. Aztán megvártam, még besötétedik, mert akkor hát elemlámpával jobban észreveszem, végévilágítottam mindent elemlámpával. Az ágyak alatt, az asztal alatt, a kocsiban, a nadrágomat, a szennyes tartót, mindent átnéztünk, és nincs meg a sluszkulcsom. Hol volt meg utoljára? Meg hazajöttem. Igen. Megérkeztél? Igen, kiszállt a kocsiból. Mit csináltál, nyomozzunk. Mit csináltál a kulccsal? Nem tudom. Kiszálltam a kocsiból, igen, a gyerekkel, mert én hoztam el az óvodából, fölmentünk a lépcsőn, levettem bal a kezemben a gyerek, jobban a kulcs. Megkaptam a babysittől a kicsit, kezembe nyomta, elviharzott. Panaszkodott, hogy kevés a pénz. Mondtam neki, hogy majd jövőre. Mondtam, oké, válság van. Igen, trezsicsökkentés, ne haragudj, sajnos most ennyi van. Elviharzott. Már rá is írtam, hogy nem vitte el véletlenül a sluszkulcsomat. Nem vitte el. Nincs meg. Beninél nincs? Nincs. Biztos? Megnézted az ágyacskáját? Mindent. A szekrényecskét, az ágyacskáját, a könyvecskét, a lámpácskáját. A cipöcskét, a tálacskáját. Mindent. Szájacskáját. Tehát valószínűleg úgy tűnt el, ami a nagy eltűnések rejtélye kategóriába tartozik, amikor egyszerűen át egy másik valóság síkra költözik át, és nem, soha nem lesz meg. Nézzük a legkézenfekvőbbet. Tehát napszemüveg esetében azt mondjuk, nézzük meg a fejedet a tükör előtt. De akkor mi van, ha egyszerűen csak tényleg letetted valahova, és most ott is van. De és nincs. Megint túlbonyízod a dolgot, de és nincs. Kiderül, hogy az egy konyhaasztalon van pont középen. Nincs, nincs. Tudod, mikor lesz meg, amikor megjön az új kulcs. Tehát nem, nagyon sok 100 000 forintért az összezárat kicserélték, megérkezik az új kulcs, nem és szabad. Akkor így Viki, szerintem Balázs, mi ez? Hát, ez így szokott lenni. Azt hiszem, hogy alváz és motorszám alapján lekérhető. Hogy csinálnak nekem másik kulcsot. Aha. Semmi, hát figyelj, angolok, ugye, mint tudjuk, de maga a cég az indiai. Tehát csak igen, mondom a képet, hogy elkezdesz levelet írni a Rovernak Angliába, akik szólnak az indiai munkásoknak, hogy keressétek már ki a kartonját, ez a magyar gyerek vette inni, hogy melyik a kulcs. Megvan, hogy egy fél év múlva érkezik a Yusuf, postán. Hozd a kartont, jön Yusuf, Amal, meg Kamal, és keresik a pakisztáni vendégmunkások Indiába, a Rover gyárában valahol a kartonomat, tudod, hogy alvásszám alapján legyártsanak nekem is sluszkulcsot. Hát nem vicces ez a dolog. Ez nem vicces. Ráadásul péntekre szerelőhöz voltam bejelentve, nem tudom elvinni szerelőhöz. Már megint. Tessék? Ne, csak én, nem, semmi, nem, csak egy... Ne kezdődjön újra. Nem, semmi, tök jó, csak meg kell csináltatni rajta egy-két dolgot, de kopó alkatrészet nem olyan, ami úgy romlik el. Tehát, hogy így... Vágni kell én a hajadat, nem beültetni. Szerintem ezt már nem élnéd túl. Nem, akkor már tényleg a bringa pelen. Nincs vele baj. És mennyibe kerül egy ilyen kulcs? Horror? Hát... Egy ilyen kisebb középkategóriájú autó ára, hogy most bemegyek, és akkor csinálnak nekem? Én nem gondolom, hogy ez olcsó. Használt kulcs, hogy használta tudok venni belőle, miből a kulcsból? Autót, nem. Nem, én a kulcsot kérdezem, mennyibe kerül annak egy ilyen az kulcs? Árából tudsz venni egy kisebb használt autót. Használt autót? A rohadt életbe, de hogy tudja így az ember letenni, komolyan mondom, és sehol. Ülés alá nem esett be. Mindent, tehát figyelj, Feri, mindent átnéztem, de úgy néztem át, hogy azt nem hiszed, de hogy átnéztem. Kérdezzük, mennyire átnéztem? Na, hogy nézted? Nagyon. Azt! Na, most érzed már, érzed? Ma te mondod, mert a Tom egy kicsit lendriánul szokta átnézni. Nekem volt a kétségém, de most, hogy így bedobta. A végén ott voltam, hogy hűtőszekrény.
space. Hát olyan lehetetlen helyeken, hogy hát nem lépjük föl, iratok mögé. Bár tudom, amikor kezedben van lerakodva. Igen. Kint le a hűtőt, benézem, meglátsz, de ott van a kezedben a kulcs. Leteszed a kulcsot, igen. És már a tudatod már berendezkedett arra, hogy igen, ott van az a palack, ki fog minden megfogni, iszok belőle, jaj, de jól esett, visszateszem, becsukod a tüdőt, és ott van. Szemetest kutatás, pejzátnézés, ruhásszekrény, minden, a gyémántok között, az aranynál. A Roxa, a platinánál, az előző tulajdonos teteme mellett. Minden, igen, az óragyűjtemény mellett, a fali órákban, a munkácsi kép mögött, a Vazarelli mögött, a két Pablo Picasso mögött, érted? Mindenhol át kellett érzem. Na mindegy, úgyhogy mehetek ma. Jó, mit szoktál ilyenkor mondani a hasonló sztorival? Hogy nem az élet kemény, te vagy csicska. Nem, azt ez mondani, az igazság. Na, ez tipikusan te vagy. Most ez klasszik, mondjátok nyugodtan. Tehát, hogy, hát mikor kérdezik például, amikor mondják, hogy valamit be kéne küldenem az RTL-be esetleg, és mondják azt, hogy de hát Balázs úgy is jön be, adod-e neki. Nem. Majd inkább postán vagy, inkább egy futára, inkább beviszem én, mert azért te egy picit bohém vagy, valljuk őszintén. Megnéztem már a porcigóban. És akkor csak azért fogalmaztam ilyen szeliden, szolidan, mert csak fél hét. Tehát konkrétan tegnap a porcivóban. Porcivóban, mert a Space-ből tegnap még ilyen molyokat szipkáztam össze, mert kikelt egy-kettő, de már csak kevésen. És megnéztem, hogy nem szívtam-e föl véletlen a kulcsot, na izért, érted? Tehát, mit? Hát az a kulcs az akkor, mint egy kalzán mindengely. De mit tudta az ő porcivójáról? Mondjuk az is igaz, a porcivót még nem láttam. Hallod? Mi úgy porszívozunk, hogy másra ezért szennyvizet szívják ki, ezért tudod, hogy jön a ezért kocsi. Egyszer berántott egy kis nyugdíjast az utcáról. Elmegy az áram az utcába, hogy bekapcsolva a porszívót konkrétan. Minden beszív. Na mindegy, úgyhogy hát ez van. Nem szemetes? Mi? Nem vitték el? Túl vagyok rajta. Biztos? Pénteken nem. Viszik. Jó, akkor még egyszer át tud túrni. Konkrétan ma lehet lemegyek az emésztőbe. Mert ha WC-n voltál, beesett, és lehussam. Hát a Vike Budkorat az iPhone-ját a budiban találta, meg állt így benne. Mert leült, ugye, hogy nadrágjai lesz, hogy nadrágjába beesett szépen. És így ott, hogy pisilt, ugye, beesett a... De működik. Megnézte a legutóbbi fotókat. Tessék? Nem csinált. Már milyen fotót, vagy hogy érted? Hát, hogy esetleg érted, be úgy volt bent a telefon a WC-ben, és akkor hogy hívják még, hát ha. Nem tudom a Vikinek, hogy hipnotizáljon. Tehát csináljunk ez egy új sztori? És legyen ez egy regressziós hipnózis. Most pedig elmondanám nektek, hogy egy regressziós hipnózisra vigyel le, hogy hát akkor eszembe jut. De nem sikerült, ne belealudtam. Úgyhogy hát mindegy, ez van. Azt mondják, pápán 30 ezerért van egy jó lakatos, az megcsinálja neked. Tehát pápára el kell vinni a kocsit. Ez teljesen hogy pápára vitetem a kocsit, tehát ez tök reális. Tréler. Kitépem a garázsból, mert úgy állok be, hogy onnan nem szedett ki soha, mert baloldalt állok, tehát hogy ez soha nem szedett ki onnan, tehát reális. Reális, jó, hát ez most adok egy lehetőséget, te meg lepattintod. Hát így segítsen az ember, látod? Így legyünk hozzá, de rendesen. Hát jó, mondjuk ha sok közüléséget éreztem. Igen, pápám. Hát figyelj, ügyvédületét vagy valami. Most csináltad kettőt, az egyiket használod, a másik meg valami olyan helyre kerüljön, ahol meg is lesz. Nem. De ja, az lesz, hát most csináltatok kettőt. Figyelj, a gyújtás kapcsolóban nincs? Mind át, az volt az első. Mert én vagy benne hagyom, vagy felrakom oda. Ez tipikus. Nem, mondom, ennél egy mélyebb szintű. Szóval ennél egy nagyobb szintű keresés volt. Na, mutatjuk gyorsan, mi történt velünk tegnap, aztán mondjuk még a friss híreket, hogy mit írtatok nekünk. Ugye kiderült, hogy egy budapesti menzáról talicskával lopják ki az ételt. Hát amennyire tragikumikus a dolog, annyira talán szürreális is. Borzasztó. És megpróbáltuk elképzelni, hogy ez hogy zajlik. Igen, és nagyon fontos a dologgal kapcsolatban elmondani, hogy ugye ez nem az iskolának a menzája volt, hanem az önkormányzat által működtetett menzája. Tehát az iskolának, az ott tanítóknak, az ott dolgozóknak gyakorlatilag semmi közük nem volt az egészhez. Sőt, maguk a szülők voltak azok, akik kezdeményezték a vizsgálatot, és az alpolgármester az iskolai igazgatóval együtt csekkolta ugye a térfigyelő kameráknak a felvételeit. Plusz tehát, az iskolának ez fontos, semmi köze. Még egy nagyon fontos hír van tegnapról, hogy állítólag egy zsák szára az kenyér volt mindösszesen az, amit elvittek. Jó, én elmondtam. Jó, mi eljátszottuk a gondolatot mégis, hogy hogy lopnánk menzáról talicskával ételt, méghozzá nem úgy, hogy alapanyagot, hanem már a készételt, ugye, mert úgy sokkal viccesebb, megmutatjuk, aztán jövünk vissza. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 9 perc múlva pontosan, 7 óra, szép reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk, játszunk, hogy állunk? Amik is elmi hulla. Ketten óra megyünk? Nem, a hallgató. Jó. Ó, akkor még sem jó. De mi hallgató barátok vagyunk, azért mondom jó. Ja, hogy akkor. Úgy jó. Na, megnézzük ki a mai játékot. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó.
Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondolt meg a választ. Halló, jó reggelt! Jó reggelt, kívánok, sziasztok! Gábor, hello Gábor! Szia! Ciao, Gábor, honnan hívtál minket? Budapestről, éppen a 13. kerületből. De szép hely, Gábor! 13. kerület. Kivel szeretnél játszani, Gábor? Feride esett a választásom. Hát ez a minimum. Földidre. Nagyon helyes. Hát a túlzás, hogy földim, de most... Most ott vagy. Ő jó, most ott vagy. Nagyon helyes. Jól van. Indítjuk az órát, legyél ügyes, jó? Oké, köszönöm. Na, Jani. Trito Bonfire. Hangosan beszélj majd. Azt mondtad, áldozat legyek? Persze, ja. Azt szeretném, arra megy ki az egész. Ott dolgozol? A 13. kerületben? Járom Pestet. Inkább így fogalmaznék mindenfele. Te tényleg gombákat szállítasz? Gombát, képzeld el. Vargányád van? Fagyasztva. Frissen? Frissen is. Ha van, akkor hozzál, azt átvenném. Nagyon szeretem. Na, beszéljünk akkor arról, amiről te szeretnél. Milyen sportokat szeretsz? Szeret. Ez nekem eszembe. Hogyha már így mindig csesztetnek téged. Nézni? Arra gondolsz? Csinálni. Csinálni. Kerékpározom. Te tudsz bringázni? Tudok, persze. Uh-huh. Velencén sokszor jártunk már. Velencézzel te is? Egy párszor körbe tekertük. Mennyi a szintidőd? Jó vagy benne? Mérésen kívül szoktunk menni. Uh-huh. Családdal, gyerekekkel. Mérésen kívül. Jó vagy, Gábor. Jó, Gábor, megadjunk, szép volt, ügyes vagy. Cibáltuk egymást, húztuk, gombáztunk, bringáztunk, nem ment. Nagy kötélhúzás volt. De két bringás gombás srác. Igyekeztem legalább kihúzni az időt. Jól van, megvan az ajándékcsomag, Gábor, ügyes vagy, gratulálok. Nagyon szuper, köszönöm szépen. És ezzel megvan a hetetek. Ő így van, hallgatóbarát rádió műsort készítünk. 3-0. Mond, Gábor. Akkor most hogy is állunk összesítésben? Már hogy érted, hogy álltok? Hát, három... játékosok és ti. Hát a heteket nézve rosszul sokkal megyünk, de ezt a hetet behúztátok. Azt hiszem, ilyen 30 nyert hetünk van, nektek van 6 körülbelül, és akkor van egy döntetlen vagy kettő. Igen. Nem erős. Hogy is mondjam? Nem baj. Legalább most hozzátett. De most ez egy szép-szép-szépítés volt, úgyhogy adjuk, küldjük, ügyes vagy. Jó, csáó, köszi. Szuper, köszönjük, szia. Hello, szevasz, Gábor. Hello. Na. Írsa utána 4-esen Debrecen felé, hatalmas köd, Dodek küldte nekünk, köszönjük szépen, 2 a Vác és Szőt között brutál tejköd, a látótávolság 50 méter. Mindenki vigyázzon, ezt Gyuri küldte nekünk, M86 szintén köd, baleset történt a Váci úton kifelé a Városkapunál, ezt István küldte nekünk, valamint az 52-es főút fülöpházi homokbuckáknál kamion az árokban, teljes útzár várható, Pepe küldte nekünk. Na jó van. 5 perc van 7 óra, ha van friss közlekedési híretek, küldjetek, mi pedig jövünk a hírek után. És most folytatódik a show, amelyre az ország ébred. A mikrofon mögött az éter nagy ágyúi, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. 7 óra után vagyunk, 9 perccel, jó reggelt kívánunk minden Morning Show hallgatónak. Indítjuk a reggelt, itt vagyunk. Hűvös van, mindenki jól öltözzön fel. Mert itt a hideg. Köszönjük. Igen. Na, már hűlök is. Ne, hogy félve nyúlsz hozzá, amióta rálakott valamit a... Hát... A Roli. Igen. Reggel. Igen. Ki tudja, meddig van, lehet, hogy este volt. Egy állapos tisztítás ráférne erre a pultra, mert kétes eredetű legényfoltok vannak rajta. Legalábbis legényfoltnak tűnő dolgok, és nem tudjuk, hogy mi ez. Ó, a Kárásznak új haja van, gyerekek, nézzétek. Aha, de jó. Így van. Hát nem az a legnagyobb baj neki, hogy... Igen, jó, eddig most ne haragudjatok, tehát, hogy... Nem. Eddig se hajával volt a baj. Na, ugye? Hát azt van, szerintem tök jól néz ki. Na, igen? Nézd meg. Na, jó van akkor. M1-es M7-es bevezető orbitális káosz, Dani küldte nekünk. Ott mindig tart ez a felújítás, de nem tudom, miért van káosz. Ja, tehát egy sávra szűkítik ott a dolgot, és visszadugul, ugye? Hát csere, kollátcsere. Nem is tudom, hogy ez amikor lesz neki. Ez trafi a 61-es úton, Csoma területén, a Kaposvár felől érkezőket mindig Sanya küldte nekünk. Bezenyén a főútnál, a templomnál trafi van, Nünő küldte nekünk, köszi. Farádon kint van a Fejér Szeát, nyilván a Csorna felől érkezőket figyelik, csak a szokásos baleset Egerben.
Azt mondja, hogy Lada és La Trabant ütközött. La Trabanta. Valamint az M1-es autópályán kameráznak a hídról a 140-es kilométernél Budapest irányában. Ezt Sándor küldte. Mi a helyzet? Ki mondta? Nem mondta? Nagyon sokan nem írják, mondta hogy ki mondta, meg nem hogy passzív volt. Nem kértünk rá challenge-et, szerintünk nem mondta ki, de jött jó pár SMS, és meghaladja az SMS-ek száma a kritikus tömeget. Uh-huh. Úgyhogy lehet, hogy utána jött, nézhetünk. Hogy szemetek, ki mondta? Minden jön. Tudod, hogy minden reggel minden jön. Jót nagyon nem tudsz tenni. Tehát aki úgy kell föl, az úgyis belép rú. Hattátok nyerni. Tudjátok, hogy mi egy ütköző felület vagyunk köztetek és a lelketek között, úgyhogy inkább bennünket, mint magatokat, nyugodtan, ha jól esik, mi ezért vagyunk, így hogy tompítsuk a napi feszültséget, mondunk olyat, gondolunk, persze. Vagy csak hangosan veszem a levegőt, küldjétek. Elindultok erre reggel vagyunk. A munkába, és rúgjátok akkor elhaladtok elég. Mellettünk, így ilyen formában, hogy hallgatom, és belénk rúgtad, itt mentek tovább. Ennyi, jó, muszáj. Melegben ülnek, jól esik. Ennyi elég. Te kint sétálsz, melegben ülnek. Na, csak beszélnek, beszélni mindenkit ott, küld el, írd meg, nem, nincs ezzel. Ráadásul láttam azokat a fotókat fent a Facebookon. Micsoda sajtok, micsoda felvágottam. Igen, Feri hozott nekünk reggelit. Hova rohangál az Anna? Vagy kiszaladt? Vagy mit csinál? Elrohant valahova. Lehet, hogy már támadják az épületet, és testével véd meg bennünket. Vagy csak egy szimpla rotavírus fertőzés. Az is lehet egyébként, igen, hogy csúnya dolgokat szeret össze, és fölállt, kirohant a fülkéből, és ez elrohant. Tehát magunkra hagyott bennünket. Debrecen 33-as számú főút itt is felkerült minden látó kamera család, úgyhogy vigyázzatok. Jaj, rettegek, hogy mikor jön valami papír. Okosan most már, okosan. Hát neked téged nem fenyeget ez a veszély, mert ugye jelen pillanatban elmesélted reggel, hogy nincs meg az autó kulcsa. Én ezóta ezen gondolkodom, és azon, amit tegnap mondtál, mert tegnap egy nagyon szép értekezést hallhatunk, de tényleg én egész napomat ebben éltem. De most na, komolyan, mit hallottál? Hát nem mit hallottam, te mondtad. 10 milliószoros nap. 10 milliószoros nap. Bevált a 10 milliószoros napom. Hogy akkor most mi lesz? Most soha nem lesz meg semmid? 10 millió napig? Hát nem tudom. Hát csak meg lesz. Vagy ilyen összefüggés nincs? Mert nincs ilyen összefüggés. Ha aznap történik veled valami, akkor az 10 millió erővel történik. Tehát, az évben ilyen azért nincs, tehát nem így van. Ez olyan, mint az új év. Amit új évkor csinálsz, azt fogod csinálni egész évben. Hát, tehát a 10 millió szoros napon ittas vagy, akkor... Lusta év lenne, hogy mindenki másnapos lenne, feküdne otthon, és semmit nem csinál, mert az első év, az első nap az évben, az konkrétan erről szól. De mit kívántál? Ja, ez titok. Mert lehet, hogy azt kívántad, hogy bárcsak eltűnnének azok a dolgok az életemből, amikhez a rögeszmésen ragaszkodok. És hopp, és vége. A kocsi kulcs. A snusz kulcs eltűnésével nem az a baj, hogy eltűnt, hanem az, hogy nincs másik. Tehát ebben ez a nagy baj. Ez a nagy baj, nincs másik. És egy hét mire megjön. Vagy 10 nap. De olyanokat olvasok az SMS falon, hogy ez szörnyű. Az szörnyű. Hogy ez hány nap alatt készül el. De legalább van megoldás. Nézd már a jó oldalát. Nem az van, hogy venned kell egy új kocsit, hogy ezt bezúzzák, mert sehol nem tudsz menni, hanem egy hét múlva újra autóba tudsz ülni. Igen, érted? És a vonat után a távolsági buszt is kipróbálhatod. Így van, és akkor a kitelepülésünk negyedik napjára Esztergomba vagy Győrbe, nem tudom, hol megyünk, hanem már a saját kocsiddal is jöhetsz. Nektek soha nem volt ilyen rejtélyes eltűnésetek, hogy valami úgy tűnt, hogy soha a büdös életben nem lett meg többet? De nem lehet, hogy egyszerűen alakot, formát, rezgésszámot vált, és egyszerűen úgy dönt, hogy kiszáll a fizikai létből, és úgy tűnik el, hogy vége van. Az a baj, hogy ezeket fél lapán mindig behozta össze rohadva a kertből. De nekem, ha valami így tűnik el, azután soha nem lesz meg többet. Tehát nincs az, hogy előkerül valahonnan, és egy szekrény mögül egyszer csak viki felkelt, hogy itt a slusz kulcs, amit fél éve keresel. Tehát ha ez eltűnik, akkor nálunk úgy tűnik el, hogy vége. De nem változhat át levegővé, vagy nem változhat át szobadíszé. Egy fekete lyukra épült a házatok? Lehet, hogy egy hatalmas nagy ilyen elektromágneses mező van alattunk, ami... És magához vonzott vonzza a kulcsot. Nektek nem tűnik el soha semmi így, hogy milyen nem lesz meg többet? Hát, nagyon régen most már nem. Igen? De azért évekkel ezelőtt volt olyan dolog. Nekem például az egy, azt hiszem, ilyen negyedik vagy ötödik mobiltelefon volt, beszélgettünk pont a múltkor a régi telefonokról, és ez valamilyen speciális töltő volt, amit egyet tudtam hozzá venni, soha az életben többet nem találtam meg. Elutaztam, hazajöttem, meg volt a töltő, és azóta se ugye? Láttam. Ugye? És csak nincs. És nem tudod, hogy hol van. Én így vagyok szemegekkel is, hogy tudom, hogy oda tettem, tudom, és a büdös életben nincs meg többet. Itt és a WC nincs is meg több... De ott legalább tudom, hogy ott az elvitték. De amikor otthonról tűnik el úgy, hogy fogalmad nincs, hogy egyszer mi lett vele, és soha többet nem kerül elő, azért az egyfajta rejtély. De nem lehet, egyfajta rejtély. Viki rakja el ezeket. Igen. Valami. Vagy egyszerűen ráült, és nem merte megmondani. Hogy nála van? Nem, hogy eltört mind a két szára.
Mert a Viki rendmániás, ezt te mondtad, ő mindig mindent rendbe tesz, elpakol, szép legyen. Nem lehet, hogy van egy olyan doboza, amiben a nem tudom hova... nem tudom hova tegyem, de beteszem két ide. Két műláb, egy műkész. Hát azt nem hogy aztán le valami. Egy-két hajháló. Három kéget hajvasaló, és nem tudom, mi van benne. Nem, én tegnap számon kértem rajta, tehát a végén már rajta csattant a dolog. Tehát mindig rajta, mindig ez így szokott elég család életében. Tehát a végén már ő volt az áldozat. Ő volt az áldozat, hogy biztos ő megint a rendmániája, és hogy eltette, és ilyen nincs, és taxival kell bejönnöm. De aztán ez már csak a tehetetlen dűknek a következménye. Annyira furdalt a lelki, hogy felajánlott, hogy az ő kocsijába jöjjek. Hát, úgyhogy... tündér. Na, tündér, rendes. Tündér volt, igen, ne? Most nincs autója. A Benni nem ajánlotta fel, hogy gyere be a futóbicikliével? Olyan cuki volt, a Benni együtt kereste velem. Aztán elment labdázni, mert megunta. Jó, van esze. Igen. Már a Noelre is gyanakodtam. Tehát már odáig ment a dolog, hogy mondtam neki, hogy nézz a szemembe, te voltál? Tehát, hogy megvádoltam. Mutasd a kuncsomat! Tehát a gyerek én nézett rám 11 hónaposan, és kérdőre vontam, hogy te tetted el? Felnyúltál az asztalra? Elvarázsoltad? Játszottál vele? Nem baj, de add vissza. Megbocsátok, becsukom a szemem, számolok 10-ig, tedd vissza gyorsan a helyére. De nem tette vissza a helyére. Elfordultam, számoltam 10-ig, visszafordultam, de nem húzt elő a zsebéből. Nyelvett tőlem a szabad időmet, az alvást, a feleségemet, és most a kocsi kulcsomat is. Mit akarsz még? Mit adjak még? Mit adjak még oda magamból, Istenem? Nagyjából este 11 órakor ebben az állapotban voltam, ez abszolút, abszolút jól érzed. Csak így, nem, az egészben nem ért semmi. Nem, elment aludni, érted, és vidáman. Apa bipoláris. Igen, vidáman fekszik. Na mindegy, 10 órakor. Szóval tényleg nem lenne baj, ha nem egy lenne belőle. Zsül, csak mondom, megérkezett egy kontaktlencse tisztítóval. Ja nem? Na, jó, megérkezett egy... Fújt be a szemünket. Megérkezett valami pulttisztítóval. Jó, mert Roli itt hagyott néhány foltot a pulton, és ez eltünteti. Na, jó van, témázunk egy picit, jó? Ez csak azért kell, hogy így reggel mindenkinek beinduljon. A reggel egy kicsit könnyebben, és 7 óra után mindig egy-két hírt osztunk meg, rövidebbeket, de természetesen van témánk. Nem gondoltatok arra, hogy nincs témánk, ugye? Idézve egy nagy klasszikust, ami drága Tibinket, természetesen van. Biztos hallottatok ti is arról a magyar fogorvos nőről, aki úgy döntött, hogy ha a betegek hozzájárulnak, akkor fotókkal dokumentálja azokat a pacienseket, akik súlyos problémával érkeztek hozzá, és ezzel a célja nem más, mint hogy felhívja a figyelmüket, az ő figyelmüket és a mi figyelmünket is a szájápolás fontosságára. És ő fiatal felnőtteket fotózott, tehát 16-18 éves kamaszokat, és hát én láttam ezeket a fotókat, nem tudom, hogy láttátok-e ezeket a képeket, valami elképesztő, hogy milyen állapotban van, hát nem azt mondom, hogy gyermekeink, mert nem a mi gyerekeinkről van szó, de a fiatalok szája, mit tudnak a szájápolásról, a szájhigiéniáról, elképesztő, hogy mi van tulajdonképpen tényleg a magyarok szájában. Ő elmondta, hogy vannak olyan paciensek, de mindjárt megszólaltatjuk, fölhívjuk, aki életében nem járt még fogorvosnál, és 7-8 lyukas foggal érkezik hozzá 17-18 évesen. Elmondta azt is, hogy van olyan, aki a fogszabályzó alatt nem mos fogat, és ezeket is dokumentálta. Hát látva a képeket, valami elképesztő. Ez különösen izgalmas ez a fogszabályzó sztori, ugyanis már eljutottál odáig, hogy rendbe akarod tetetni a fogaidat, tehát fölteszed a fogszabályzót. Igen. Szeretem, ha egyenes lenne, de az, hogy tiszta legyen, az már nem. Az már nem. Hogy, igen. Azért fura ez a dolog, mert mostanában azért már én azt hiszem legalábbis, hogy nem lehet ilyen horror sztorikat hallani, mint annak idején, amikkel minket zsibasztott a gyerekkorunkban, és amiket azért át is éltünk, mert hogy azért valljuk be őszintén, amikor mi elmentünk annak idején a gyerekfogászatra, akkor azért előfordult, hogy bement egyikünk a belsőszöbb, becsukták az ajtót, aztán pedig kint hallgattad a váróteremben, hogy bent üvölt a társad, mert azt mondta, hogy azért a lyukas fog, nem tudjuk, húzzuk. Érted? Nyár elszívót mondtál? Nyár elszívót? Hát a nyál elszívónak a hangját pedig csak egy valaki tudja itt szavazni közül. Hozom majd a nyál elszívó. Szóval, hogy mostanában szerintem már nincsenek ilyen horror sztorik. Hát horror sztorik így nincsenek, de maga olyan, mintha a fogászat és a fogápolás, az kivenne a divatból. Na, fölhívjuk Nórát, és megkérdezzük tőle, hogy egyáltalán miért döntött úgy, hogy lefotózza ezeket a szájakat, kinek akar ezzel segíteni, mert ha meglátod, kedvet támad kívánni, és azonnal fogad mosni, és összeteszed a kezed, és imádkozni kezdesz, hogy de jó, köszönöm, hogy a szüleim megtanítottak fogat mosni.
És hogy meséljen el nekünk egy-két konkrét esetet, kivel, kikkel, milyen szájakkal találkozott, és ugye ebben nem csak a száj és a foga megdöbbentő, hanem a háttértörténet, amikor tényleg azzal szembesülsz, hogy valaki 11-18, és nem tud mondjuk fogat mosni, vagy soha nem használt még fogkefét, vagy egyszerűen nem divat a fogkefe, vagy nincs fogkeféje, és ott a fogorvosnál derül ki, mikor már ugye nem lát a fájdalomtól, hogy hát itt nem csak egy lyukas fog van, amit már gyökérre kezelni kell, amik 7-8 lyukas fog van a szájában. Ez pénzügyileg is komoly egyébként, az, ha ezt nem esztéik ára csináltatod az, meg. Tehát, hogyha ha csak ez a szempont, hogy ne kéne aztán később zsebbe nyúlni, már csak ezért is megérni benne egy viszonylag olcsó, de nem, mondjuk ki őszintén, egy tök olcsó fogkefét, mert ez már nem pénzkérdése. Hát 7-8 lyukas fog, ott konkrétan denevér rajok vannak, nem? Tehát ott azt úgy tudom elképzelni, hogy beül a kisrác, 7-8 lyukas foggal, gondolj, de beül Nórához, kinyitja a száját, azért az. És így kirepül belőle egy denevér család. Hát nem, 7-8 lyukas fog, hát az konkrétan már mindegyik oldalon, mondjuk 8 lyukas fog, az 2-4-6-8, tehát mindegyik oldalon van 2 darab lyukas fogad. De 3-4 folyamatosan tömve van tök maggal, kukoricával. Ja, és akkor az nem tűnik fel. Szóval ilyen etnom méretű kráterek, vagy Vezúv méretű kráterek vannak a számban. Na, itt van dr. Szala Nóra, fogorvos. Hello Nóra, jó reggelt kívánunk. Ciao. Jó reggelt. Hello. Na, hát nagyon szép a szándék, amit te csinálsz. Nagyon szép a szád. Na, az is nagyon szép, bár képet nem láttam róla. Illetve hát nyilván ezen szájak nem a te szád, amit itt látunk. De hogy jobbító szándékkal teszed föl te ezeket a képeket? Vagy mire szeretnéd felhívni a figyelmet? Igen, hát tulajdonképpen ez figyelemfelhívó volt, meg ezek elég egészen extrém esetek voltak, amik felkerültek erre a bulvár oldalra. Egy újságíró barátnőm jó voltával, igazából ő szeretett volna írni, meg foglalkozni ezzel a témával, és akkor így született meg ez a cikk, hogy segítséget kért tőlünk. Uh-huh. De ezeket a képeket te gyűjtötted magadnak otthon, hogy esténként egy ilyen forró teával a kezedben üldögélve a hintaszékben nézegesed, hogy erősíts magadban a hivatástudatot? Hát ez nem, tulajdonképpen ez nem ilyen egyedi perverzióm, hanem szerintem minden fogorvos dokumentálja az eseteit. Hát nem tudom, nekem még sose fotózott be a számba hát, a fogorvosom. Ennek szerintem örülj, Feri. Ja, hogy ez azt jelenti, hogy nincs neki? Tehát akkor dokumentáljátok, ha már olyan szintű az elváltozás, hogy van mit fotózni, gondolom, nem? Hát nem feltétlenül igazából. Tényleg nekem ez a szokás tulajdonképpen a Debreceni Egyetemtől származik. Ott kezdtük el dokumentálni az eseteket, és akkor így egymásnak is bemutattuk, amikor még hallgatók voltunk, és tudtunk belőle tanulni, hogy így nézett ki, itt volt foga, itt nem, meg nem, itt meg megint volt, és akkor hogy kellett rendbe tenni, és milyen pótlás készülhet rá, és ebből, ahogy ezt megosztottuk egymással, így nagyon sok minden kiderült, meg gyakorlatilag annyi esettel nem találkozott minden hallgató egyesével, hogy annyiféle dolgot el tudjon készíteni, szóval ez így innen jön. Mesélj Nóra egy-két konkrét esetet, tényleg, hogy kinyitottad a 10-18 éves fiú száját, vagy lány száját, hogy azt mondod, hogy hogy mit láttál benne, vagy nem. A háttértörténetre is kíváncsi vagyok tényleg, hogy mit evett, mit ívott, volt-e egyáltalán fogorvosnál, mit tudott a fogmosásról, mert hát a fotók alapján azért találkoztál néhány elképesztő esettel. Igen, hát sajnos nagyon gyakori, igazából én felnőtt ellátásban dolgozom, a 20. kerületben, és vannak azért fiatal felnőttek, tehát elindulok inkább egy ilyen kevésbé extrém esettől, hogy egyetemista hallgatók, szuper kedves, szuper okos, szuper szép, szuper csinos, és akkor eljön egy szűrésre, mert igényes a fogaira, gyönyörűen ki vannak fehérítve, és akkor kiderül, hogy majdnem minden rágó fogában már megakad a szonda, vagy van egy kis látható elszíneződés, és akkor úgy kétkedvel kérdezik, hogy de hát miért, hát ő mossa a fogát, minden rendben van vele. És akkor, amikor elérkezik a kezelésnek a pillanata, akkor szoktam tükörrel mutogatni a betegeimnek, hogy nézd meg, kinyitottam a fogadat, ott van egy nagyobb kráter benne, milyen jó, hogy eljöttél, ezt most be kell tömni, stb. És végül is annak is, aki borzasztóan igényes a szájára, annak is 3-4 tömést, aki eljön szűrésre, el szoktam készíteni. 3-4 tömést. Igen. Mi a baj? Rosszul mosunk fogat? Tehát azt mondod, hogy ők ápolják a fogukat, és igen, mégis... Igen, szerintem ez a probléma, hogy nagyon sokat látjuk a tévében, meg mindenhol mindenféle reklámokat, hogy ez a fogkrém, az a fogkrém, mit csökkent, hogy viszi a száj pH értékét, de tulajdonképpen a helyes fogmosást, azt én nekem igazából az egyetemen tanították meg, tehát addig nem találkoztam vele én sem. Sem az óvodában, sem az iskolában,
Például az nagyon típusos hiba, hogy nagyon-nagyon-nagyon erősen dörzsölik a fogkefével a fogokat, és akkor fognyaki kopások keletkeznek. És hogyha már ott egy kicsit meggyengül az ománc, akkor azok szépen utána el szoktak szúvasodni. Ez a tévémaci style, ugye? Igen, igen, amikor így fogod a fogkefét, és akkor jobbra-balra húzogatod. Meg én is így csikálom, mint egy állat konkrétan. Na, tehát, nem jobbra-balra, én föntről, de valamikor nagyon fáradt vagyok, akkor fogom a fogkefét, és a fejemet mozgatom. És a fogkefét az teljesen fixen áll konkrétan, és balra-jobbra rángatom a fejem, aztán kezet váltok, elfárad a bal kezem, és akkor a jobb kezemmel pedig föntről le sikálom. Tehát, hogy én is nekiesek egyébként. Én megbüntetem magam. Tehát nekem minden fogmosás egy büntetés. Brutál erősen csinálom, az baj? Hát igen, az baj. Lágyan csinálja? Igen, igen, igen. Egyébként az internetről nagyon sokat lehet tanulni, szóval azt szoktam javasolni, hogy a legnagyobb videó megosztók oltalakon is, hogyha beírja valaki, hogy hogyan kell helyesen fogát mosni, akkor mindenféle technikát megmutat, meg te fönt vagy helyesen fogmosóként? Mert akkor megnézünk nem, téged. Én nem vagyok fent helyes fogmosóként. Megnéztelek volna, hogy mosod a fogadat. Kíváncsi lettem, hogy egy fogorvos hogy mos fogad, hogy mi a szakszerű. Na mi volt a durva, mert hogy azt mondja, hogy van egy kis elváltozás, oké. Okay. Tehát volt már, hogy valakinek egy nagy renyésre, még nagyobb. Felüvöltött, elsírtad magad, és visszaadtad a diplomádat? Ilyen volt? Egy-két konkrét esetet is mesélj, mert a fotók alapján azért hát vannak durva esetek. Uh-huh. Hát volt olyan eset például, hogy tényleg sokáig egy rossz élmény miatt, mondjuk nem jött el egy fiatal hölgy a fogorvoshoz, és akkor végül is elérkezett hozzám szűrésre, és tudta ő előre, hogy nagyon nagy a baj, mert nagyon nagy lepedék volt rajta, igazából meg sem mostam, mielőtt eljött hozzám, és akkor így ezt elkezdtem így faggatni, hogy megkérdezzem az indoktát, és mondta, hogy neki nagyon fáj a fogmosás, és tényleg évek óta nem mossa. Volt egy kezdeti problémája, amivel fogorvoshoz fordult évekkel ezelőtt, de úgy olyan rossz ízzel távozott, tehát nem egy feltöltő élmény volt, meg a problémája se lett megoldva, és akkor gyakorlatilag így ez a helyzet teljesen elhatalmasodott felette, és most minden fog a szúvas. De olyan szinten, hogy gyökérkezelni kell, majdnem mindegyiket megtömögetni. Tehát több ülésben mondtam is neki, hogy ez egy nagyon hosszú barátságnak a kezdete, ez a nap, amikor eljelkezett hozzám. Igen, hetente fogunk találkozni, és hát jó, neki arról, nagyon szép... Igen, de azért arról, hogy egy komplett generáció fél a fogorvosról, azért a te elődeid sokat tehetnek. Tehát amikor mi gyerekkorban elcibáltak bennünket iskolai kötelező fogászati szűrésre, és azok a szemetek, akik remélem azóta már nyugdíjba mentek, megsporolták rajtunk a fájdalomcsillapítót, és, és csak lidokainnal, ha mázlid volt, akkor hát, lidokainnal, de egészen biztos, hogy injekció nélkül furtak úgy, hogy bentek is ödönke üvöltött, és kint ül 13 riad gyerek, aki retteget, mert bent a gyereket hárman fogták le, mert nem volt érzéstelenítés. Én nem tudom, hogy az a generáció egyébként, a te elődeid, Nóra, mit tanultak a fogászatról, de hogy rajtunk sporolták meg, és szerintem nem egyembennek van ilyen élménye, amikor 7-es, 8-es, a hatodikos régi ugye, korszakban, amikor tényleg úgy mentél el, hogy nem kaptál érzést, hogy injekciót nem kaptál, úgy betömtek három fogatot azonnal. Bementél egy ilyen más személyúkra, az kijött el 4 kiló a magámmal. És tudod, mi volt a duma? Fáj kicsim, szorítsd a karfát. Uh-huh. Szorítsd a karfát, így van. Majd máskor mosol fogat. Így van. Tehát, hogy azért nyilván persze a szülők is tehetnek, meg csomó minden hibá, mindenki hibás lehet, de volt egy időszak, amikor nem volt érzéstelenítés, meg fájdalomcsillapítás. Hát persze minden, mint az orvoslásnak minden ága tulajdonképpen az elmúlt 50 évben óriásit fejlődött, tehát mind fogászati anyagokban, mind technikákban, tehát csodákat lehet most már művelni. Egyébként az ilyen típusos probléma, hogy nekem is nagyon sok páciensünk megérkezik a KFT-nkhez, az Elfog KFT-hez, és nem akarnak hallani arról, hogy gyökérkezelés, mert én azt vettem észre, hogyha mondom, hogy hú, tök jó, meg lehet menteni a fogat, mert ez nagyon jó, hogyha lehet gyökérkezelni, és akkor nem kell kihúzni, de hogyha kimondom ezt, hogy gyökérkezelés, akkor egyben hát, mondom, hogy jaj, nem, mert csoda. Benne van az a szó, hogy kezelés. Is volt egy pár olyan diáktársad, aki itt a bosszú vezérelt, amikor abban az iskolában arra szakra jelentkezett. Igen, tényleg így van. De nagyon beválik, hogyha azt mondom most a betegeknek, hogy jó, tök jó, csinálhatunk egy gyökértömést. És akkor mindenki meg van nyugodva, vagy gyökértömés, hú, de jó, ez kell nekem. És ugyanaz a folyamat. De, és akkor utána gyakorlatilag pozitívan csalódnak benne, mert nem fáj, mert ugyanúgy be van érzéstelenítve. Jó, nyitva kell tartani a száját sokáig, amíg beszélgetjük, tágítgatjuk, hát meg letömögetjük. Nóra, a kötelező orvosi, vagy a kötelező iskolai fogászat, az megvan még? Igen, az megvan még. Viszik a gyerekeket?
Igen. Egyébként én nem emlékszem így a saját példámon annyira, hogy emlékszem, hogy volt iskolafogászat. Mikori vagy, Nóra? Mikor születtél? Én 89-es vagyok. Hát ezért. Te már kaptál fájdalomcsillapítót. 70-es, 77-es generáció. Az STK-ban, ha a Vörösvári úti STK-ban mentél volna fogászatra. Jártál volna 78-ban. 18 darab rémül gyerekült, miközben a kis pistiket négyen lefogták kényszerzubbonyba, és tömték a hat fogát. Jött a hentes, és azt kérdezte, még valaki? Csepögött a vélem. Kis túlzással egyébként. Tényleg ez történt. Mondja, Nóra. Hát azt akartam mondani, hogy volt nekünk iskola fogászati szűrés, de igazából ott úgy egy perc alatt átszaladtak a szánkon, és nálam sose volt például semmi probléma, de úgy nem emlékszem, hogy bármelyik osztálytársamnak lett volna, hogy ott helybe betömték volna, vagy szóltak volna, hogy el kell menni. Egyébként szoktam olyannal találkozni, hogyha helyettesítek, hogy kicsi gyerekeknek, ahol van gyermekellátás is, úgy nem foglalkoznak mondjuk a tejfogaival a szülők, és már úgy szét van rohadva, vagy már gyökérik teljesen. Le vannak kopva a tejfogak, és ezzel is az a baj, mert mondja a szülő, hogy jaj, hát nem tudom eldugni a nyalókát, meg úgyis kiesik a tejfog, majd kinő az új, csak megsérti a szuvasodás, vagy ráterjedhet a maradó csirájára, és akkor így lehet 20 évesen fogatlanná válni teljesen, mert hogyha már rosszul nőnek ki a maradó fogak, akkor már nem sok mindent lehet csinálni. Mi a helyzet az elektromos fogkefével, mert ha lusta vagyok, azt használom. Az nagyon jó szerintem. Jó? Én kaptam most az egyetemtől igazából, a diplomaosztóra kaptunk egy szuper elektromos fogkefét, nekem előtte nem volt egyébként, és kipróbáltam, és olyan, mintha mindig újra políroznám a fogaimat, szóval. Az a baj, ha álmos vagy, mindig fordítva teszem be, és mi van, nem kiveri a fogamat, hogy elindul, és akkor meg kell fordítanom. Tehát, hogy vannak problémák, akkor megnyom, és kiüti a balhatost hátul, mert fordítva teszem be, de akkor már nagyon sok fogoros azt mondja, hogy hülyeség, meg ne csináljuk, meg kézzel csináljuk. Tehát akkor nem ördögtől való. Én azt javaslom egyébként, hogy kombinálni kell mindent. Egyébként nekem is van sima hagyományos fogkefém is, elektromos is, amióta itt kaptam egyet, és akkor javaslod. Attól függ, hogy mihez van kedvem nekem is, melyikkel mosom meg. Azt ismered azt a modellt? Én most rendeltem egy ilyet, ilyen 2-1-ben. Góliát elemmel megy, úgyhogy mind a két végét lehet használni. Ha akarod fogkefe, hogy akarod valami egész meg. Ezt javaslom? Én nem ismerek ilyet. Jól van, Nóra, hát láttuk a fotókat, le a kalappal, azért a ti szakmátokhoz is kell egyfajta hivatástudat más emberek szájába mászkálni, de nevérrajokat elüldözni, ahogy mondtuk, szép még hivatás. Még egy gyors kérdés, hogyha már mondtad a reklámokat, hogy volt már olyan, hogy felismertél egy kollégát, vagy valamelyik konferenciáról valakit a reklámban, aki azt mondta magáról, hogy jó napot kívánok, dr. Mészáros József vagyok, fogorvos. Nem ismerem őket egyébként, de én úgy szeretem nézni azokat a reklámokat, mert olyan szépek, meg helyes borotás. Ezek milyen? Tudod, fotocella sajtó szét, és akkor igen, bejön valaki. Igen, és akkor olyan kellemesen Mészáros József vagyok, fogorvos. Ja. Posztolatsorban mindenkinek úgy. Mészáros? Igen, az összes így hívják. Mondtam anyukámnak, hogy ó, én is szeretném majd a tévébe elmondani a fogkrém reklámot. Na mindegy. Én azért reménykedem abban, hogy azok a fogorvosok, akik érzéstelenítő nélkül tettek tönkre egy generációt, beülnek egyszer majd egy olyan fogorvos kezei közé, akiknél pont elfogy az érzéstelenítő, és mindent visszakapnak karmikusan. Nem? Azért ezt nekik nagyon, nagyon kívánom. Nóra, köszi neked, jó munkát, puszilunk, köszönjük szépen. Köszönöm szépen. Szeretném elmondani még azt, hogy mindenki menjen el szűrésre, fél évente, vegye igénybe a TB szolgáltatásokat, fogkőleszedés, tömést, és a diagnosztikai központokat látogassa meg, és szeretettel várunk mi is mindenkit a 20. kerületben. Jaj. Szakadozik a vonal? Hello, hello, igen, hello. Nagyon jó. És mondanám a telefonszámot, 0670, hívjon nyugodtan. Köszönjük, Nóra, puszi, ciao. Hello. Milyen kis le. Aranyos, és mindenkinek békés boldog. Ti meg tudnátok kínozni azokat a fogorvosokat? Azonnal. Én bármikor, szívesen. Ha most már csak tényleg erre gerjedsz. Velem tartanátok ebben, hogy egy fogorvost megkaphatunk, aki gyerek, én emlékszem, Raktár utcai első emeleti fogászati műhely. Raktár utca busz megálló, átmész az Ebrái, jobbra felmész, első emelet, leülsz a váró, megvan a váró, megvan a rendelő, mindenre emlékszem. Szag. Megvan a szag, mindenre emlékszem. Sose felejtem el, hogy így ültem, és bent tényleg, bent kínozták az embert. Sikító gyerekhangok értek. Kínozták. És bementem, nekem az volt a mázim, hogy nem találtak semmit, de amikor remegő lábbal mész a szék felé. Ugye? És próbálsz kitevni, hogy és tudod, hogyha most itt van valami vége van, nyisd ki a szállat, tudod, és egy ilyen nagyon, nagyon rossz szájszagú, nagyon idős, nagy darab szőrös kezdet. Nagy darab gonosz ember volt a fogorvos.
Emléksz, mindenre emlékszem. Simán. Megvan. Simán. Megvan. Annyira remélem, előtte, hogy az élet megbüntet. Annyira előtte van az a kép a jövőből, amikor majd egyszer csak ott fekszik bent, most már itt tudom, 70-80 éves lehet a fogorvos néni. Feloltodik a villany, és ott állunk mindannyian. Megismersz minket. 4. Kassa utcai általános iskola. Így lesz. És tudod, mi lesz nálam? Egy fúró. Így van. Egy fúró. De talán így jobban megoljunk. És nem kevesebbet, mint egy 3 csatornás gyökérkezelést fogok neki csinálni. És ezt mondja, ezt az osztálytársaidé. És mi? És értem kapod. Na jó. Egy kis... János, legyen szíves, nyissa ki a száját, mert egy kis levegőt kell fújnunk a szájába, de hogy megragasszuk a tömést. Ez még nem fog fájni, ugye? Nem, ez csak egy kis levegő, amit fújunk. Jó, akkor tesszük hozzá. Is jól. Számla nélkül olcsó. Kész vagyunk, János, köszönjük. Ezt csináljátok utánunk. 5:06, Óven bácsival játszunk, Ákos híre jut. Ez itt a Morning Show, a Klassz FM-en. 3:40, pontosan jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk. Találtam egy rendszámtáblát tegnap Eger és Ószt között, a 25-ös úton. Aki bediktálja, visszakapja. Milyen szigorú. 81-es út 23-as kilométerénél Mór felé, a Bokrok mögül. Mérnek a rendőrök, Dávid 94 küldte nekünk. M86-os, a látó távolság 20 méter, úgyhogy figyelje mindenki. Na, mi pedig a fogorvosi élményekről beszélgetünk még hozzá, hát gyermekkori élményekről. Nyilván senkit nem akarunk elriasztani, sőt, ma már azért ez teljesen más, tényleg ezt ugye, amit drága fogorvosunk is elmondta, hogy ma már érzéstelenítenek, az injekció sem fáj, el kell menni, nem kell félni. Én azt hiszem, hogy Nóra talán annak is meghozta a kedvét, aki mindez idáig félt elmenni, ha jó kezekben vagy és jó a fogorvosod, akkor nem okoz fájdalmat. De régen, ami gyerekkorunkban azért ez egy traumatikus élmény volt. Máshogy álltak típusú. Szerintem a gyerekekhez is. Igen. A fogorvosok, például Nórának a hangját hallgatva, nekem kedvem támad hozzá elmenni. Tehát, hogy ilyen megnyugtató, kellemes, kiegyensúlyozott. Tényleg nem ez a doktor Mengele. Tudod. Hát nagyon sokat számít egyébként. Írt a hallgatóim, mert hogy nekik is vannak élményeik. 80-as évek közepén a fogorvosom érzéstelenítés nélkül kihúzta az egyik maradandó bölcsesség fogamat. Nem volt divat betömni a fogat akkor. Bölcsesség fogat kihúzta. Azóta rettegek a foghúzástól, aztán a mészáros lereagálta annyival a bulit, hogy gyógyulásképpen otthon öblögessek házi pálinkával. Az. Gyermekként ez nem volt vicces. Na, én ezekről a dokikról beszélek, igen. És tényleg tudom, hogy mindenkinek van ilyen élménye. Fogorvos és patkolókovács. Igen. Tehát, hogy ez kb. Ez a kategória. Ha valaki a pálinka mellett van, az én vagyok, de ez abszolút nem javasol. Tehát, hogyha kihúzzák a fogad, akkor figyelj, következő sem. Iskola fogászat 90-es évek eleje, hát amikor ugye mi is jártunk. Általános iskola, gimnázium eleje, pont a 90-es évek eleje. Osztálytársamnak csinálták a fogát, aki a fájdalom miatt, mert nem kapott érzéstelenítőt, valószínűleg megharapta a doktornő kezét, a válasz egy büdös nagy pofon volt. Harapsz is. Majdnem kifordult a szívadék. Csoda, hogy rettegtem a fogorvostól évekig. Nekem szent meggyőződésem, hogy a mi generációnk felnőtt korában tényleg azért fél, mert traumatizálták gyermekkorában. Tehát ma már elmész egy gyereket, mesét nézett veled, aranyos, lehajol, megnézi, nem fáj, elmagyarázza, ugye? Tehát, kis ajándék van, tehát kedves. Megszerettetik vele. Komolyan mondom, hogy tehet róla azért az, aki nem megy el fogorvoshoz, de sokat tehettek az akkori dokik is. Szigethalmon az 5 éves kisfiamnak a hentes férfi fogorvos furóba vágt el az érzéstelenítő nélkül az ínyét, ami egy kiesett tejfog miatt lógott. Hirtelen nem találta az ollót, azt gondolta, hogy ez is egy jó megoldás. A kisfiam sírt, én meg mondtam neki, hogy nem jövünk többet ehhez a henteshez. Köszönjük szépen. Az iskolai fogorvos, hogy bizonyítsa, hogy gyulladt az ínyem, felszúrt a 3 helyen, ezt figyelt, és tükröt tartott elém, hogy lássam, hogy folyik a számba a vérem. Nem. Azóta nagyon félek. És ha csak nagyon fáj, akkor megyek fogorvoshoz. Látod, és mit ért el ezzel az élménnyel, hogy mikor megy el, amikor már baj van. Tehát nem megy el fél évente, amikor egyébként még csak a felületi kis kopás van, és föl lehetne csiszolni. Persze. Meg lehetne. Nem, ő vár évekig, csak amíg rossz. És akkor már megint fájni ez fog. Egy általános hozzáállás szerintem, tehát hogy olyan, mint kontroll, az sok embernek nem tartozik a szokásai közé. Tehát, hogy elmenjél és megnézzél a fogaidat, akkor is, hogyha nincsen probléma. A következő megvan, nem dohányzott, nekem dohányzott, kesztyű nélkül 120 kg volt, és itt jön a mondat, amire emlékeztek. Az anyukámnak szólt,
hogy szorítsa a gyermek fejét a támlához. Emlékeztek erre? Emlékeztek erre, hogy arcüreg műtét, amikor felszúrták az arcüregedet, fogoroshoz mentél, lekötötték a kezedet, és mama még egy kicsit segített leszorítani a kezedet. Akkor összepiséltem magam szó szerint. A tettestás. Igen. Balázs, emlékszem, mi is oda jártunk 8-ban, a Raktár utca sarkán megszöktem. Megszöktem az igazgató intővel, megúsztam. Ez a Raktár utca sarka, így van. Harmadik kerület, Raktár utca, ott van. Első emeletem bemész, ott volt egy fogoros mű, nem tudom most mi van ott. Valószínűleg mészárszék, hentes, vágóhíd. Valami ilyesmi. Fogorvosi szék műbőrborításán 12 évesen átment az ujjam az érzéstenyítés nélküli fúrás miatt. Örülök, hogy azért sokaknak megvan ez az élmény, már nem azért, hogy ti is átértétek. Igen, hanem, csak, hogy együtt vagyunk. Igen. 83-os vagyok, nálunk még mindig ugyanaz a fogorvos néni, aki továbbra sem ad érzéstelenítőt, hallod? Tehát, de miért nem? Egyszerűen nem értem. Mert drága. Ugyanolyan gyomoridegen mentem hozzá, mint iskolás koromban. Megcsántattam a fogaim, azóta már egy összetört, úgy szétfúrta. Ezt Balú küldte nekünk. 64-ben születtem, a gyermekfogászat annó csak húzást jelentett. Engem 6 maradandó fogamtól szabadított meg a doki. Én tényleg így volt, nem is mindig tömtek. Rossz, ki kell húzni. Hát ez ugyanaz, mint most az ügyelet. Ott is ugye az van. Hús, már ki is húztam. Hát ez úgy igen. Nálunk az iskolafogász doktornőnek nagyobb bajusza volt, mint Rózsa Sándornak. Lasszóval kellett a gyerekeket összefogni a szűréshez. Beninda küldte nekünk. Én 74-es vagyok, és nekünk is volt még iskolai fogászat. És még akkor is kötelező volt elmenni, ha igazolásom volt, hogy magánorvoshoz járok. Akkor is kellett igazolást vinni. A fiam egyidős veled, Balázs, a fogoros azt mondta neki, hogy emelje fel a kezét, ha fáj. Ő felemelte, ő meg folytatta az érzéstelenítő nélküli fúrást. Jó, de legalább tudja, hogy fáj. De emelje fel a kezét, ha fáj a fúrás. Hát a fúróval hozzáérsz a foghoz, és azonnal összepisíled magad. Hát nem, főleg ha az bár lyukas, szuvas, érzékeny, hát az ideg azonnal közvetíti a fájdalmat. Emelje fel a kezét, ha fáj. Nekem akkor is fájt, akkor bekapcsolta. Köré. Igen. De mennyire durva egyébként, hogy tényleg az embernek annyi negatív élménye van a fogászattal, meg a fogorvosokkal kapcsolatban gyerekkorából, hogy tényleg megjegyzi, ahogy te is mondtad, hogy egészen konkrétan minden mai napig emlékszel, hogy hol volt ez a bizonyos. Hol volt a vallatószék? Hogy hol volt a fogász? Mindenre emlékszem. Nálunk például azt mondja, hogy a Gulner Gyula utca és az Üllői útnak a sarkán volt egy gyerekfogászat, most már nem is az működik ott, de már hosszú évek óta nem, és én mind a mai napig, amikor elmegyek a villamosra, és ránézek arra a helyre, akkor tudom, hogy ott, igenis, ott a gyerekek sikolyaival vannak. Tele van még az üres szoba. Az még ott beleívódtak azok a sikolyak a falakba. Bármikor megyek a Raktár utca felé, nekem is eszembe jut. Na jó van, köszönjük az SMS-eket, vidámabb témában megyünk tovább, játsszunk már is egy hallgatónkkal. Nem gond, ha nem vágod a párologtató bináris nyelvét. De ha jó a füled, kitalálhatod, mit dúdolnak a buckalakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni, a párafarm csalogányai. Imre, hello, jó reggel, ciao. Hello, sziasztok! Hello! Szép napot nektek! Örülök, hogy egyszer sikerült talán beszélni veletek. Látod? Na, honnan hívtál minket, Imre? Jelenleg Csepelen vagyok, kontinens fogok fölvenni, dolgozok, és megyek Németország fele majd. Na. A jól van. Neked is van gyermekkori fogászati élményed, vagy bármilyen? Hát nekem is volt ilyen tömés, de szemtanúként láttam érdekes esetet a szomszéd faluba. Mi történt? Hát a szomszéd kisvárosban lakott a fogorvos, már délután készült haza, vonattal, kocsma szembe volt, bement, még várta a vonatot, és bement egy páciens, hogy őrülten fáj a fog, a doktor úr csináljon valamit. Azt mondta neki a fogorvos bácsi, kérjék ki egy fél rumot és egy fél szilvapálingát, azt üljük be a sarokba. Megtörtént, elővette a kis táskát, kihúzta a fogát, kérdezte a páciens, hogy mivel tartozik. Semmivel, azt mondja, fél rum, azt mondja, volt a munkadíj, a pálinkával legöblítsd ki, és készen vagyunk. Így kell csinálni, hát magány szakember, fúdást nem kell túl reagálni. Na figyelj Imre, kicsit halkítsd le a rádiót, légy jó. Oké, megtörtént. Mutatjuk Óven bácsi. Aha! Úristen, kiszáradt a szám, Jézus Zsűl. Ekkora rohadék vagy. Ne fogj le. Gyerekek, nem kell félni a fogorvostól, nincs abban semmi rossz. Ha a fogorvos bácsi nem bán. Elkapcsolási faktor. Kérem a következőt. Kicsit kapcsolom. Hele a váró. Öcsike, te jössz. Nem fog fájni. Na figyelj, mutatjuk, mit énekelnek. No. Ó, minek a zenéje? Ez egy televíziós sorozat. Mutatjuk még egyszer.
napjaink egyik legnépszerűbb televíziós sorozat az EMC csatornából. Ez a sorozat csinált nagy csatornát. Kizi néni, nem ártottam magára, mit csinálja el? Mondod még egyszer, hogy büdös vagyok? Nem mondom, te büdös vagyok, csak hajtom! Ja. Egy hosszabbat mutatnátok? Ez volt a hosszabb. Ja? Ennél hosszabbat nem tudom. Nincs meg? Hát, akkor elmondjuk, jó? Ez a Walking Dead című sorozat lett volna. A Walking Dead, ez egy amerikai horror sorozat, baromi jó, sok évad van belőle, nagyon lassú, hatodik nagyon mondható, de mégis valamiért szenzációs. Tehát ez lett volna. Hát, így jártam. Köszönöm, hogy jártattam veletek. Köszi, ciao. Hello. Szia. Mondod még egyszer, hogy Marika nénnek lógom el? Nehogy mondom, pedig rohadtul Nem kezdett el kicsit hasogatni a fogatok? Konkrétan hátul fölül kicsit kiszáradt a szám és hasogat. És így elkezded így járatni a nyelvedet a szádba, és így nézed végig a fogaidat, így csekkolod. Megvan esetben. Mikor voltam utoljára? Ezzel még nem megyek én is. Borzalmas. Na jó, nem, megkímélünk mindenkit. Jó? Gyerekek, nem kell félni. A fogorvos jó barát. Jó? 5 perc, pontosan 8 óra. Jövünk vissza, és ha minden igaz, hívjuk Nógrádi tanárurat, ugye? Biztonságpolitikai szakértőnket, akiről hát lehet tudni, hogy mostanában azért, hát, hogy is mondjam, meghurcolta egy-egy médium, lehet így mondani? Rájár a rúd. Úgy is mondhatod volna, hogy biztonságpolitikai szakértőnket? Így van. Így van. Ahogy mostanában ez többek között a 444 vagy az Index megkérdőjelezi. Úgyhogy ezen cikkek alapján mi felhívjuk és megkérdezzük, hogy mi az igazság az életrajzával, az önéletrajzával kapcsolatban és a megjelent cikkekkel kapcsolatban. Aztán ő majd mond valamit, mi pedig kíváncsian hallgatjuk. Úgyhogy vele folytatjuk Ákos híre után. Hölgyeim és uraim! Öveket becsatolni, hangerőt feltekerni, elindul a show, amelyre az ország ébred. Jó reggel! Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. 8 óra múlt 11 perccel, szép reggelt kívánunk mindenkinek. Lady Gaga egyik, hát régebbi slágere után. Itt vagyunk. Hát itt új, vagyunk már. Újabb mostanában nincsen. Nem nagyon. Igen, nem nagyon. Színészkedik. Igen? Uh-huh. Fáradt? Film? A popszakmában? Vagy egy színház? Vagy, nagyon vagy, jó vagy a kérdés, nagyon jó a kettő kérdés, vagy egy harmadik? Hát nem. Színészkedik. Igen? Színészkedik, igen. De hol? Filmben vagy színházban? Ennyi nincs benne kitérve. Színház. Nem, egyébként van. Nem, filmben színészkedik. A legutóbb biztos kiváló színész. Egy vámpírt alakít. Amikor kinézett alapján? Sima. Nem? Harmadik Rihárdot sokkal nehezebben hát, tudta volna. Tehát nem egy Shakespeare színész, de mondjuk egy vámpírra, kiváló. Kiváló választás. Na, nézzük a közlekedési híreinket. Mi a helyzet az utakon? Mit írnak, amit drága hallgatóink? Is voltál ez a kiváló választás. Kiváló választás, gyerek. Budafoki úton befelé 3 autó ütközött, a belső sávot foglalják, nagy a torlódás, Navos küldte nekünk. Békés Csabán a Gyulai úton mérik a kifelé haladókat, Fehér Skoda, bajszos manus. Rasta, köszönjük szépen. A 6-os út Budapest felé az M0-ás csomóponttól erősen torlódik, több kilométeren keresztül, ezt Leslie írta nekünk. Aztán Szeged elesett a Bertalan hídon, 2 autó ütközött, lezárták a hidat, így csak a belvárosi hídon van közlekedés, 4-5 kilométeres dugó a város összes útján. Aztán M6-os Pest felé elég nagy a köd, Pécs irányában nem tudom mi van, nem látok át, ezt Bringa küldte nekünk, 12. kerület, Török Bálinti út, a Farkasréti temetőig áll, ok még nincs rá, aki tud, kerüljön. Kadarta mellett 3 autó csúszott össze nagy fene ködben. Beni írta nekünk, ez a 82-esen van, Margit körúton dugó, mert a Moszkván rosszul vannak beállítva a lámpák, BB üzeni nekünk, valamint a Szálfa utcai vasúti átjárónál nem működnek a lámpák, Dudi küldte el. Na, és akkor gyorsan, hogy mi történik velünk a jövő héten, ugye, turnéra indulunk, őszi nagykor, yes! Tizonyáló, te jó turné! Mi ketten csak a Jánossal megyünk, ő kirándul, várat néz, én a kulináris élvezeteknek adok egy hétig mindenhol az országban, barátkozunk, beszélgetünk, de lesz közöttünk olyan férfi, aki a családjáért élve hazarohan. Te mennyit fogunk rá gondolni közben? Hajnalban indul el Pécsre, érted? Ingázom, de hát
A családom mellett a helyem van. Így van. Segítenem kell. Jól teszed. Ott a helyem. Nem nézünk rád miattam. Így van. Nem tudok egy hétre elmenni, kicsit irigykedem, de a helyszíneket természetesen ott leszek. November 9-én kezdünk Debrecenben. A Fórum Bevásárló Központ környékén keressetek bennünket, aztán Pécs, Esztergom, Győr, és november 13-a a nagy nap Budapest. Péntek 13. Ezek közül a helyek közül egyedül Esztergomban nem voltunk még kitelepülésen, a többi városban természetesen voltunk. Pont egy hét múlva ilyenkor leszünk Esztergomban, a Széchenyi téren. Hogy kikövetkeztetted? Elképesztő. Nem, elolvastam az időt. Döbbenetes, hogy összetette. Suzuki Vitarát lehet majd nyerni. Vadonatúj, 0 kilométeres, szalomból kiguruló, új illatú, gyönyörűséges, jól felszerelt Suzuki Vitarát. Aha, nyer majd egy szerencsés hallgató. Hatalmas, a falá. Szép autó, elférek a kesztyűtartójába. Így van, vagy hátul bologató kutyaként is. Egyébként simán ott hembengelnék. Igen, az egészségügyi doboz mellett. Úgyhogy gyertek a helyszíre, csomó tárgynyeremény lesz majd, hétvégére lehet Suzuki-t nyerni, vezetni, tesztvezetést, rengeteg minden lesz, nem csak maga az autó a fődíj, hanem nagyon sok minden mással készülünk, játékok, ahogy már megszokhattátok. És ne felejtsük el, hogy ez lesz az utolsó lehetőségetek arra, hogy élőben megnézhessétek Balázs haját. Így van. Soha többet megbízom. Bizony. Hát ne veszük turnére ezt a hajat. Hát, az már új haj lesz. Azért gyerekek, megkopaszod, én csak nem fogok egy hajvágástól a rohadt életbe. Hát azért oké, hogy én letolatom ezt december vége felé valamikor, de azért csak kinő újra. Tehát ezt a hajat nem viszük. Már ezt konkrétan nem, de valami hasonlót talán egy év múlva már újra. Hát ilyet, valami, nem? Majd meglátjuk. 5 milli? Milyen 5 milli? A hajad, az új. 5 milli. Dehogy 5 milli, nem. Mi? Majd hát nem. Most bocsánat, hogy jön a deadline, a végső, a határvonal, akkor egyre inkább nagyobbra kell vágni, vagy mi nem, van? 5 hát millisre lett volna. Egy centisre. Te mire emlékszel, Jani? 3 millire. Köszönöm. Tessék. Nem mondtam már a legelején mondtam, hogy a kopaszra nyírás mellett, ne arra gondolj, hogy mindenki borotva, abban végigmegyünk, és tarkopaszra. Kopasz, 5 milli. Érted? Tehát, hogy fogunk egy nullás gépet, beállítjuk valamit, és letoljuk. Hát igen. 5 milli, 1 centi, megnézzük. A nullás gépet sok mindenre nem tudjuk beállítani. Hát akkor mondjuk valami hasonlót. Szóval, hogy nem, azért ne. Full kopaszt nem lesz, hát a pengét, meg nem tudom, habot ne hozzá. Figyelj nekem, egy-két hét morcosság belefér, nem? Mert lefolyik, aztán letoljuk. Hát úgyis karácsony lesz, nem látjuk egymás két hétig. Na, hát ezért. Jó lesz az. Na, úgyhogy tényleg a jövőleti kitelepülések különböző helyszíneire, ezért is érdemes lesz eljönni. Már csak megnézni. Azon gondolkodtam egyébként, mert ugye mindig úgy van, hogy körbevisszük azokat a kocsikat, amikkel, hát hogy ugye most partnerséget kötöttünk, és a Vitarát is, amit majd meg lehet nyerni, hogy azzal te fogsz menni? Mivel? Azzal a Vitarával. Az egy 0 kilométeres autó, de hogy megyek én ennyire. Egyrészt elhagyom a stuckulcsot. Igen, az ezt akartam mondani. Kettő, hogy azért én elég sok mindent megengedek a gyerekeknek a kocsiban, tehát azon autó tulajdonosok közé tartozom, aki azt mondja, hogy nem baj, majd kitakarítjuk. Tehát én használom az autót, én nem vagyok az autó rabja. Gépjármű, étterem és jár tovább. Így van, tehát érezze jól magát a gyerek, megyünk hosszú időre, az a lényeg, hogy ne kiabáljon, csöndbe legyen. Átul partiznak ők ketten, mi elől ülünk a Vikivel, fölhúzunk, mint a limóba, tudod, egy ilyen kis üvegfalat. Üveget nem látjuk, hogy mi történik. Én nem akarom hát leamortizálni a nyertes autót. Nálunk sok minden megtörtént az autóban, tényleg. Tehát, na, ezt akartam megkérdezni. Kap-e újat, vagy azt, amit te használsz? Nem, újat kap a nyertes. Noel is ott fogadta a hátsó ülés. Hát! Akár! Ha beleheled átul az ablakot, nálunk lábnyomokat találsz az üvegen. Bármi lehet. Igen, csak az a fura, hogy 6-ot. Hát, nagy partik vannak nálunk. És az egyik egy 47-es. Debrecen, Pécs, Esztergom, Győr, Budapest, ezek tehát a helyszínek, úgyhogy gyertek, jó? Mondjuk majd mindig, hogy hol vagyunk. Itt csak azért, hogy nyerjetek, hát nem, persze azért is nyilván, de hát mi is ott leszünk. Bizony. Mi is ott leszünk. Úgyhogy velünk is tudtok találkozni, és mi is veletek. Nagyon várjuk, János már minden nap bejár a promóciós osztára, és lopkodja az ajándékokat, amiket 9 óra magasságban kiszóra népnek, fejem vágva 3 éves gyerekeket úgy a kulcstartóval, hogy konkrétan 3 napig fekszenek. De ne foggal! Igen, repül a bögre, mondja János minden kitelepülésen, 4 idős néni dől el mindig jobbra-balra, akiket lezúz a bögre, mint János az üvegszínpad előtt bedob, de most is lesz majd dobálás. Nem? Rajtam nem fog múlni a dolog, általában a kitelepülések úgy szoktak mondjuk így hangulat szempontjából alakulni, az elején, nagyon jobban vagyok a szélszel, nagyon mosolygunk egymásra, nagyon lapogatjuk egymás hátát, mindenki nagyon öleget. Hát ez aztán hétfő. A vége, igen, hétfő pénteke pedig már nem fogadjuk egymás köszönését. Igen. Szóval várjuk és indulunk, és ami az időjárást illeti, egyre melegebb. Csodálatos napsütés, melegedő.
reggelek. Egészen furcsa, de tényleg egyre jobban melegszik majd az időjárás. Azt mondja, hogy... Hát eltűnnek konkrétan a mínuszok. Eltűnnek a mínuszok, így van, 5-6 fok, 7 fok éjszaka hajnalban, az nekünk nagyon jó, és 13-15 fok nappal. Tök korrekt, köszönjük szépen a jó Istennek, vagy Kóle anyónak, vagy nem tudom kinek. Bárkinek, igen. Na, hívjuk ami biztonságpolitikai szakértőnket, és talán vannak néhányan, akik nem tudják, hogy mi történt, nem azt mondom, hogy vele, inkább úgy mondom, hogy mi történt körülötte az elmúlt hetekben, egyes sajtó orgánumokban, leginkább ugye az Indexben és a 444-en lehetett olvasni azon cikkeket. Ezen írások ugye megkérdőjelezték a biztonságpolitikai szakértőnk hitelességét, Nógrádi hitelességét. Az Index azt mondta róla, hogy nem egészen hiteles, ugye a 444 egészen odáig ment, hogy szélhámosnak nevezte Nógrádit. Érdekes információkat hallottunk, és azt állították ezen újságok és cikkek, illetve cikkírók, hogy hamis adatok szerepelnek Nógrádi György életrajzában, és hogy ők ennek utána mentek, lenyomozták, és kiderült egy-két turpisság Gyuri bácsi életrajzával kapcsolatban. Így, és van nem is a régi múlt időből, tehát nem az iskoláival kapcsolatosan, hanem a betöltött pozícióit illetően. Ugye van egy svéd pozíciója, és van egy osztrák pozíciója, amelyet hát megkérdőjeleztek, hogy valóban létezik-e. Sőt, ugye még maguk az intézmények léte is kérdőjellel került megemlítésre. Így van, igen, és olyan, mintha kicsit a biztonságpolitikai szakértőből ezen orgánumoknál legalábbis egyfajta közellenség vállás ment volna végbe, hogy ilyen csúnyán mondjam. Tehát a mindenki által elfogadott, szeretett biztonságpolitikai szakértőből közellenség lett, így is lehet mondani. Nem? Aztán vannak a sajtóorgánumok, akik megvédik, és akik beszóltak a 444-nek és az Indexnek, hogy ezzel vagy azzal a cikkel éppen lyukra futottak, vagy nem volt igazuk. Tehát, hogy attól függően, hogy melyik sajtóorgánum melyik oldalról írta, védte vagy éppen támadta a Nógrádit, érdekes helyzet van most. Igen, körülötte. Érdekes, és mi is egy picit utána akarunk járni ennek a dolognak, mert hogy ezért egy nagyon-nagyon sokat foglalkoztatott, közismert, és szerintem minden további nélkül állított, hogy túlzás nélkül állított, hogy népszerű emberről van szó. Mi is nagyon sokat szólaltattuk meg őt itt a műsorunkban, és hát mi is kompetensként fogadtuk el az ő személyét, hát és értelem, szerintem most akkor mi is szeretnénk egy picit utána járni ennek az egésznek. Kedveljük a stílusát, kedveljük azt a fajta rálátást, ahogy bánik velünk, a hallgatókkal, hogy mindenki számára érthetően fogalmaz, azért is volt furcsa. Igen, de ha fajta... ilyen fölmerül, akkor ugyanakkor, mivel műsorunk állandó szereplője, nyilván mi is kíváncsiak vagyunk, hogy mit mond, mi igaz ebből, igaz egyáltalán. Hibázott-e, ha hibázott, mibe hibázott, ha nem hibázott, akkor indokolja meg, hogy miért nem, és bizonyítsa az ellenkezőjét. Szóval, hogy mi is kíváncsiak vagyunk nyilván arra, hogy mi a helyzet vele kapcsolatban. Szeretjük, ugyan van bennünk egy-két tüske, mert azért egyszer-kétszer adott nekünk egy hármas, hát, négyes alát, stb. Tehát, hogy azért... ötösen nála nem feleltünk soha. Nem. Mondjuk ez a mi hibánk. De nem akart kényeztetni minket. Igen. Na, mindjárt megkérdezzük tőle, hogy mi a helyzet, mert itt van a vonalban Nógrádi György. Jó reggelt kívánunk! Szia! Tanár úr, jó reggelt! Én megjegyeztem a kritikát, rendben van, mostantól csak 4/5-öt kaptok, rendben van. Ja. Nem kell a könyöradomány azért. Akkor hármas mehet. Köszönjük. Köszönöm ezen puhulásnak. Még el se kezdődött a felelés, már megvan a 4/5-öt. Micsoda. Így szokás. micsoda változás. Na, hogy vagy mostanában? Hát a korrektül kérdeztek, most már jól, de volt 3 nap, amikor enni nem tudtam, aludni nem tudtam, nyelni nem tudtam. Elég sokat fogytam, tehát az alakomnak jót tett, de egyébként... kemény volt, pont. Hát ha más haszna nincs, akkor megköszönheted az Indexhez újságírónak, hogy ledobtál egy 10-est. A régi zakóidba belefogytál. Én is erre gondoltam, és hát gyerekkori vágyom volt a Claudia Schiffer, gondoltam, most már, hogy lefogytam, most már jelentkezem nála, hogy van esélye. Na majd erre a csajozós vonalra még kérdezek valamit, mert most a napokban olvastam megint valamit veled kapcsolatban. Úristen. De azt te nyilatkoztad, úgyhogy azt nem lesz nehéz annyira cáfolni. Na, induljuk a történet elejéről, hogy te minek tulajdonítod ezt tulajdonképpen, hogy bizonyos orgánumoknál egyik pillanatról a másikra egyfajta közellenség lettél, és talán nem túlzás ezt mondani, hogy közellenségenek. Politikai Igen. vetülete Igen. van, a személyeddel van Igen. baj, összeesküvés elméletet gyárthatunk, és azt mondhatjuk, hogy ezen orgánumok bizonyos okok miatt téged egyszerűen egyfajta karaktergyilkosságra ítéltek, és le akarnak mészárolni. Mivel magyarázod ezt a dolgot? Vagy van igazság abban, amit írnak természetesen, hát ez is hozzátartozik a dologhoz. Én a saját verziómat tudom elmondani. Egy, aki ezt a cikket írta, én nagyon szívesen kiállnék ellene egy vitára. Ennél korrektebb ajánlatot nem tudok tenni. Kettő. Két újságíró volt nálam, az egyik egy Hírpoltártól, a másik a Magyar Narancstól. A Magyar Narancsos csinált velem egy interjút,
és az volt a kérdése, hogy minek vagyok most a tagja. Mondtam, hogy a Somogyi Erdőgazdaságnak. Mennyit keresek? Mondtam, egy fillérse. Mennyi az úti költség? Mondtam, hogy még soha nem vettem föl. Jó, de hát valami költséget fölveszek. Mondtam, semmit, imádok ott lenni. Írtak egy hivatalos levelet, hogy nem hazudok-e. Visszajött a válasz, hogy soha egy fillért nem vettem föl, hát ez helyhiány miatt nem fér bele. A következő az volt, hogy Magyarországon az egyik legfontosabb tudományos tanács tiszteletbeli elnöke vagyok. Mivel nem akartak rákérdezni, én elmondtam, hogy ingyen csinálok, ezért egy miniszternek írtak, hogy abba a tudományos tanácsba ki mennyi pénzt vett föl. Kiderült, hogy soha senki semennyit, hát helyhiány miatt nem írták meg. Ami nagyon sok minden bántott. Az egyik, ami baromira bántott, hogy voltam olyan hülye, hogy én nem vettem föl magnóra az egészet, mert ha fölvettem volna, akkor az első mondata, hogy kezdte velem az illető a beszélgetést, abból kiderült volna, hogy miért csinálta, de mivel nem vettem föl, én nem mondhatom el, mert csak tények. Most az Indexes újságíróra gondolsz? Igen. Aha. Na most, ami itt nekem baromi érdekes. Leírtak rólam rengeteg dolgot. Az egyik az volt, hogy soha életemben nem voltam Ausztriában a honvédelmi miniszter tanácsadója, tehát hazudok, én egy kamutanszék, kamu professzora vagyok. Ausztriából fölhívtak, hogy mi az, hogy nekik írnak. Hát tizenvalahány éve ott vagyok tanácsadó, és azonnal írta a honvédelmi miniszter tanácsadó. Jó, bocsánat, azért szólok közben, hogy majd végigmegyünk ezeken. Igen. Tételesen természetesen, csak a kérdésem arra vonatkozott, hogy ez miért van, aztán majd tételesen cáfolod, vagy nem cáfolod azt, amit írtak. A válaszom az, hogy jó párszor a pofámba vágták, hogy én 9 nappal előbb javasoltam a falat, mint a kormány, tehát én adtam az ötletet. Én nem adtam az ötletet, de meggyőződésem az, hogy összeurópai megoldás kéne, ez nem jött be, sajnos. Ha nincs összeurópai megoldás, akkor nemzeti megoldás kell, és a magyar kormány ezt meglépte, én ezzel egyetértek, és ettől kezdve én lettem a közellenség bizonyos lapoknál, ezt is szeretném hozzátenni, de nem ezt írták, hanem elővettek különböző dolgokat, még egyszer, bármelyik újságíróval, bármilyen műsorba boldogan kiállok azokra a pontokról, amiket rólam írtak. Uh-huh. Te ezt megírtad az újságírónak, hogy nyilvános vitára hívnál? Nem, vagy jelezted nem, neki? Nem. Én nem voltok vele beszélni. De tehát most így élőadásban rajtunk keresztül üzensz neki. Vállalom. Uh-huh. Jó, tehát azt mondod, hogy akkor ennek egyfajta politikai vetülete lehet. Én tehát gondolom, maradjunk abban, mert igen. Tehát, hogy az Indexen és a 444-ben támadnak azért, mert mondjuk te kapcsolatban állhatsz mondjuk a Fidesszel, nem, vagy... azért, hogy előbb mondtam 9 nappal, hogy falat kell építeni, mint ahogy a Fidesz ezt elővette, tehát az ötlet tőlem származik. Nyilván... És akkor ezért a karakteredet le kell mészárolni? De hát akkor igen. Úgy, hát, ha van még egy ilyen ötleted, azt nehogy el tud mondani? Még van ötletem. Nyugi. Na nézzük tételesen, igen. Hogy az újságíró azt mondja, hogy van egy bizonyos Corvinusos életrajz, igen. Amiből azt tudta meg, hogy Nógrádi, ugye 2001 óta Svéd Nemzetvédelmi Egyetem elnökségi tagja. Várjál, csak befejezem, az újságíró azt mondja, hogy írt a Svéd Egyetemnek, idézek az Index cikkéből, megkérdeztem, mi a véleményük Nógrádiról, és hát ők azt mondták, hogy mégiscsak elnökségi tagja az intézmények, azt válaszolták, hogy Nógrádi nem elnökségi tag, soha nem is volt, igazából azt se tudják, kiről beszélek. Ez az első állítás. Ez az egy pont, ahol ők közölték velem, bejött ide az újságíró, hogy én ezt mondtam. Mondtam, hogy ezt soha nem mondtam. Aztán benne van az életrajzomban. Mondtam, hogy nincs. Aztán vegyük elő. Itt van előttem, most, hogy készültem a műsorra, elővettem az egyetemi életrajzom. Nincs ilyen benne, de volt rólam föltéve egy anyag a Corvinusra, ami tele volt kérdőjellel, tehát volt olyan benne, hogy Nógrádi György egyetemi diploma kérdőjel, és ott föl volt sorolva, hogy négynek a elnökségi tagja vagyok, a Hamburgi Akadémia, a Brüni Egyetem, az Osztrák Honvédelmi Miniszter Tanácsadó Testület és még valami, és külön oldalon föl volt írva, hogy a Svéd Akadémia. Igen, de ezt egy nem én tettem föl, kettőre szedtük, három, az újságíró nem találta meg. Az ő azt mondta, rajta van a telefonján. Megnyitottuk, a telefon nem volt. Egy internetes szakember kereste és végül megtalálta. Ebbe az egy pontba én hibáztam, hogy ilyen létezett rólam, nem tudom, ki tette föl, de az életrajzom tele van kérdőjelekkel, kész akarva kinyomtattam, hogy van-e egyetemi diplomám, stb. És mutattam neki, hogy itt van, hogy a valóságban mit csinálok. Mondom, én nem találtuk itt meg ezt, amit ő mond. Még egyszer, ezt másnap leszettük, tényleg csak volt. Csak akkor nem értem, hogy nem találtátok, vagy leszettétek? Pillanat, nem találtuk, egy internetes szakértő megtalálta, másnap leszettük,
és itt van a normál életrajzom, a Corvinusos, ez viszont senkit nem értetett. Uh-huh. Jó, értem, tehát nem találtatok, aztán megtaláltátok, ez egy tévedés volt? Tehát, nem, hogy... ezt valaki föltette, még egyszer, miután rólam tették föl, ez az én felelősségem, de miután az életrajzom tele volt kérdőjellel, tehát valószínűleg nem én tettem föl, mert azért annyira nem vagyok hülye, hogy tudjam magamról, hogy van-e egyetemi diplomám, vagy nincs, de ezt másnap leszettük, baromi nehezen találtuk meg, szakemberek keresték, tényleg ilyen volt, de itt van föltéve a normál életrajzom, mit a Isten, abból semmit nem szedtek ki. Hát de kinek állhatott az érdekében, hogy ilyen valótlanságot állítsorról is feltegyek volna? Nem akarok ilyenekbe belemenni. Tény az, hogy a Svéd Akadémiára delegációkat vittem ki, katonai delegációkat, stb. Soha nem írtam le egyetlen életrajzomba, hogy én a Svéd Akadémia tagja vagyok. Pont. Rengeteget voltunk ott, elég sokat még katonai felsővezetőkkel is 10 évvel ezelőtt, de én ezt nem írtam. Azt mondod, hogy ez egy elírás. Nem, ez valahogy oda került, én most nem akarok belemenni összeesküvés elméletekbe, de volt ott rólam legalább 5 normál adat, azt nem vették ki. De itt nem találta meg az újságíró, behívtam a titkárnőt, mindent megnéztük a Corvinusról, nem találta. Tehát magyarul szakemberek ezt megtalálták, nyilván segítettek neki, én ebben nem akarok belemenni, de a lényeg az, hogy én ezt nem ismertem, másnap leszettük, és itt van, kinyitottam, 3 életrajz van rólam föltéve a Corvinuson, benne elképesztő mennyiségű publikációval és minden mással. De ez az egy pont, ahol van felelősségem, mert ha rólam bármit feltesznek, az nekem a felelősségem, akkor is, ha elnézést kérek, én erről nem tudtam, akkor is ez az egy pont, ahol nekem felelősségem van. Mondjuk más kérdés, hogyha ez egy jó indulat újságíró lett volna, és látja, hogy az életrajz tele van kérdőjével, akkor megemlíti a többit is. Akkor megkérdezi, hogy na most itt az általad felsorolt, itt a svéd egyetemi poszt mellett általad is felsorolt pozíciók között szerepel ez a bizonyos másik vitatott történet, ez pedig az osztrák sztori. Így van, ugye azt írja az újságíró, hogy az Országos Doktori Tanács honlapja, szintén elérhető a szakmai önéletrajz, ott van, hogy akkreditáció szempontból jelentős egyéb információk rubrikában találta meg 2001-től működő ausztriai Európa Egyetem rektor helyettese. És aztán írja az Index és újságíró ugye, hogy utána nézett, és azt mondja, hogy ez az egyetem ugyanis nem létezik. Akkor ezt most pontosítjuk. Ettől kezdve ugyanis minden pont egyértelmű. Ausztriában volt egy 3 éves Európai Uniós tanulmány, ez befejeződött, ha jól emlékszem, 1 évvel ezelőtt, és ennek az eredményeként létre kell, hogy jöjjön az Európai Unió támogatásával egy Európa Egyetem Bécsbe. Létre kell, hogy jöjjön? Ez azt jelenti, hogy a jövőben jön létre? Egy pillanat. Ennek a struktúráját felállították, de én ezt elmondtam neki mind, és én azonnal felhívtam Bécset, ahol ugyanezt elmondták. Jelenleg Ausztriában az egyetem létrejötte folyik, engem fölkértek, hogy legyek a rektora, nem vállaltam el, mert nem akarok kiköltözni, így fölkértek, hogy legyek a rektor helyettese, ezt elvállaltam. Ez azt jelenti, hogy ez az egyetem struktúrájában megvan, egy fillér fizetést nem kapok, ha ez lesz, akkor igen, és a jelenlegi helyzet szerint jövő év nyarán beindul az első nyári kurzus, és utána 2 karból legalább egyiken az oktatás. Tehát ha a jövő évben indul, akkor abban azért igaza van az újságírónak, hogy jelen pillanatban nem létezik, vagyis te hogy lehet 2011-től működő ausztriai egyetem rektor helyettese? Nem hiszem el, hogy az osztrákok azt írták föl, hogy működik. Azt el tudom képzelni, én ezt nem néztem meg a honlapon, hogy azt írták, hogy ez az egyetem kurzusokat folytat a Sigmund Freud Egyetem keretébe, ez megtörtént, de önálló egyetemmé a jelenlegi elképzelések szerint jövő év őszére válik. Egy nyári szemeszterrel. Igen, csak az újságíró nem azt mondja, hogy az Osztrák Egyetem honlapján látta, hanem az Országos Doktori Tanács honlapján a te szakmai életrajzodból olvasta ki, hogy 2011-től működő ausztriai Európa Egyetem rektor helyettese. 2011-től az Európai Unió által elfogadott. Tehát akkor még nem működik, csak nem, működik majd jövőre. Ezt én elmondtam itt neki. Tehát ebben megint semmi trükk nincs. Ahogy ez az egyetem létrejön, ez egy képzést szeretne csinálni a német nyelvű térségben, németül és angolul, ez Bajorország, Ausztria, a cseh, szlovák, magyar, szlovén, horvát zóna, és németül és angolul. Tehát és formailag létezik tulajdonképpen, de a valóságban nem. Nem. Ez azt jelenti, hogy az egyetem előkészületei folynak arra, hogy beindul, már kimentek többek közt levelek. Már kérték azt, hogy milyen diákok mit akarnának tanulni, milyen docensek, egyetemi tanárok tudnának
angolul vagy németül tanítani, tehát az egyetem létrejöttének az alapja folyik. Ebbe a világon semmi szabálytalanság nincs, az egyetemről Európai Unió döntött, és ezt az osztrák kormány létre fogja hozni. És ezt a rektor helyettesi felkérést, ezt feketén-fehéren visszaigazolta az újságírónak a Sigmund Freud Egyetem? Nem. Az újságíró ezt meg se kérdezte. Az újságíró azt kérdezte, hogy én tagja vagyok-e Ausztriában a honvédelmi miniszter mellett működő tanácsadó testületnek, és én fél órán belül fölhívtam a tanácsadó testület elnökét, a Grácia Egyetem eddigi rektorát, a Rock professzort, aki jelenleg az összes német nyelvű egyetem elnöke, ebbe benne van Ausztria, Németország, Svájc és bizonyos Benelux területek, és hivatalos levelet küldött az Indexnek, és egy másolatot nekem, hogy tizenvalahány éve tanácsadó vagyok a honvédelmi miniszter tanácsadó testületébe, zárójel, körülbelül két hét múlva lesz a következő megbeszélésünk, soha úti költséget, soha napi díjat, soha semmi pénzt föl nem vettem, ezt társadalom. Igen, azt már azért sok helyen lehozták, hogy ezt az osztrák dolgot, nem az egyetem, hanem a tanácsadó dolgot, azt benézték. Tehát, hogy azt benézték, igen, az sok helyen lejött, hogy igazoltak téged, hogy valóban ott. Körbe a kancelláriának írtak, hogy tanácsadó vagyok a kancellárián. Na most a kancellária az nem a honvédelmi minisztérium, elnézést kérek. És minden életrajzomban az van benne, hogy én a honvédelmi minisztérium mellett vagyok, zárójel. Rám szóltak a kancelláriáról, hogy mi a fene történt itt. Hát én nem vagyok ott, mondtam, én ezt soha nem is mondtam, én a HM mellett vagyok. Mondták, hogy azt tudják, hogy semmilyen probléma nincs. Le akarnak járatni? Én ilyet nem mondhatok, én még egyszer... Én ezért kérdezem. Én úgy értem... Miért nem mondhatná? Hát ha miért ezt nem mondhatod ki, hogy igen, nézzétek, bizonyos sajtóorgánumok... Én úgy értem, hogy le akarnak bizonyos sajtóorgánumok megpróbálnak lejáratni, ahol a főbűnömet veszik alapul a fal, tehát a kerítés építését, és ettől kezdve rám szálltak. Pont. Miért nem perelsz? Ezt meglátom. Már megkerestek ügyvédek, meglátom, meglátjuk, hogy ebből mi lesz. Én erre egyetlen mondatot hagy mondjak. Leírták rólam azt, hogy én milyen ostoba vagyok. Elképzelhető. De hát azért annyit hagy mondjak el, hogy eddig, amíg ez az egész előjött, mind az Index, mind a 444, és kigyűjtöttem, csak pozitív cikkeket küldött rólam. 444 egyszer leírt rólam rosszat. Nem akarom felsorolni, itt van nálam, hogy csak idén milyen címekkel jelentek meg rólam ott tudósítások. Publikáció. Leírták azt, hogy nincs egy publikációm se, nincs egy, amilyen pontot lehetne kapni. Hát én most leadtam hivatalosan a publikációimat, és azt mondtam az újságírónak, hogy nem hiszem el, hogy itt az egyetemen van három olyan egyetemi tanár, aki nálam többet publikált. Mire azt mondta az újságíró, rendben van, miért nem publikálok még többet. Hát erről nekem eszembe jut az, hogy mindig lehetne többet publikálni. Én mindig a rádió tévé szereplést szerettem, most is. Tehát rengeteget publikálok. Most leadtam, tehát több száz cikkem van. A legjobb német külügyi folyóiratokban publikáltam. Idén megjelent egy könyvem, majd ugyanannak a bővített kiadása. Két hetente van egy rovatom az egyik napilapban, háború és béke címmel. Tehát elképesztő mennyiségű a publikációm, nyilván lehetne többet. Tehát ez olyan, hogy egy gyerektől megkérdezik, hogy elégedett vagy-e magaddal. Ha azt mondja, hogy igen, akkor belerúgnak, ha nem, akkor is. Hát nem, azért kérdeztem, hogy miért nem perelsz, hát az emberről valótlanságot írnak, akkor jogi eszközöket vehet a kezébe, és azt mondja, hogy akkor ha igazam van, és tudom, hogy igazam van, beperellek benneteket. A válaszom az, hogy igazad van, várjuk ki a végét, pont. Igen, hát mert tulajdonképpen a szakmai kompetenciádat mondták ők kérdés, vagy mondták kétségbe. Jó, hát mi megkérdeztük ezeket, igazából ez a három dolog volt, ami nyilván mindenkit érdekel, mert ezt a hármat kérdőjelezték meg ezen orgánumok is. Ha már beszélünk gyorsan a lelőtorozgéppel kapcsolatban, van valami, ugye az iszlám állam magára vállalta, aztán gyorsan kiderült, hogy nem ők vannak, van friss hír erről? Tegnap este felhívtam az orosz követséget, és ma reggel megkaptam a választ, hogy az orosz államfő sajtószóvivője közölte, megvárják a vizsgálat eredményét, jelenleg nem nyilatkoznak, mondom én, miután az iszlám állam 10 órával később közölte, hogy ők lőtték le a gépet, ez kétséges. Az első egyiptomi és orosz jelentések az, hogy műszakiba, ez annyiból kínos, hogy a gépet előtt átvizsgálták, ez annyiból kínos, hogy ez egy 20 éves működőképes gép. Én azt mondtam és fenntartom, hogy ha kiderülne, hogy lelőtték ezt a gépet, tehát ha feltételesen, abból két dolog következik. Egy, kiszállított 9000 méterre alkalmas földlevegő rakétát az iszlám államnak,
Kettő, az orosz légierő utána rakát, az iszlám állam fővárosát rongyá fogja bombázni, és fütyül mindarra, hogy ki fog tiltakozni. Tehát ez az én jóslatom arra az esetre, ha kiderülne, de jelenleg ott tartunk, hogy ez rendkívül kérdőjeles. Tény az, hogy háború folyik a sínai félszigeten, az iszlám állam ott van, az egyiptomi hadsereg mindmáig még nem tudta szétverni, és tény az, hogy három légitársaság ettől kezdve a folyosót elkerüli. Igen, ezt olvastuk, hogy nagy légitársaságok máshol repülnek. Jó, hát nagyon-nagyon szépen köszönjük, megkérdeztük, amit akartunk. Aztán a válaszom az, hogy bármikor kiállok vitára, bármelyik rádió vagy televízióba az illető újságíróval, nagyon szívesen, és életem nagy tanulsága az, hogy ettől kezdve olyan jön be hozzám, akit én nem ismerek, én is fölveszem a beszélgetést, mert akkor el tudnám mondani. Hát azt hittem, hogy biztonságpolitikai szakértőnek minimálisan be van poloskázva az irodája, és azt is tudod, hogy a csávó mikor született, hova járt iskolába, mire valaki tőled interjút kérjett, úgy le van nyomva, hogy éjjel-nappal be vagy drótozva. Köszönjük szépen, hallgat bennünket a 444 és az Index, úgyhogy ha kiállnak a vitára, akkor nyilván ezek után fognak neked jelezni. Jó, köszönjük szépen. Ciao, köszönjük szépen, Nográdi Györgyöt hallgatásra. Na, csak hogy az SMS-ek is milyen megosztóak, minden tud, sok felkiáltó jel. Hajrá, Rógrádi tanár úr, azért eléggé sokat magyarázkodik, szerintem nincs igaza. Ha neki lenne igaza, perelne. Veled valunk, Gyuri bácsi. Szánalmas magyarázkodás a Nógráditól, teljesen komolytalan. Aki bántani akarja Nógrádi a tanár urat, velem gyűlik meg a baja. És még sok-sok SMS. Tehát ki így, ki úgy gondolja, mi azért szeretünk ilyen beszélgetéseket készíteni, megkérdezzük, amit meg kell, aztán mindenki dönt arról, hogy szerinte milyen összeesküvés elmélet lehet, vagy mi zajlik itt a háttérben. Érdekes volt azért ez hallani. 3:49 lesz, 6 perc múlva. Jövünk Ákos híre után. Morning Show! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel! 7 perc van pontosan, 9 óra. Szép reggelt kívánunk minden Morning Show hallgatónak. Itt vagyunk, és a hírek valamint a zene előtt Nográdi tanár úrral beszélgettünk, és hát szembesítettük azon állításokat, cikkekkel, amiről ön nyilván tudott persze, és hát föltettük azon kérdéseinket, amit szerintem mindenki feltenne, mi még itt a hírek alatt is az ügyről, a tanár úrról és az esetlegesen elkövetett hibákról beszélgettünk. Igen, az mindenféleképpen tanulság kellett volna, hogy legyen, és ő azért egy okosabb pali annál, hogy neki ezt pontosan tudnia kell, hogy az ő szakmájában, ahol aztán vérre megy mindenki, és az ő szakmájában, ahol azért ez baromi erősen keveredik a politikával, hiszen ott vagy a politika körül, és a politika is ott van körülötted. Egy A betűnek, egy ésnek, egy hogynak, mindennek olyan súlya van, hogy egyszerűen ennél kevesebb dologért és ízekre szedik már egymást az emberek, a politika közelébe kerülsz. Szóval, ha hibázott, és mondjuk azt érte feltételezzük, hogy másban nem, csak abban, hogy nem figyelt arra, hogy mi van az önéletrajzában, vagy volt némi kis csibészségben, akkor azt azért neki pontosan tudnia kellett volna, hogyha ezt egyszer valaki elolvas és megtalálja. Ennél sokkal kevesebbért is mindenkit az ő szakmájában, a politikában és a politika köré csoportosuló érdekörökben darabokra szednek. Az újságok, az újságírók, a különböző sajtóorgánumok, szóval ennél azért ő szőröstökű profi kell, hogy legyen, nem? Hát, igen, fura, de szerintem ő most ebből egy életre tanult ebből az esetből. Az biztos. Így van. Hát aztán mindenki eldönti, hogy mit gondol az ügyről. Milyenek ellenére azért azt elmutatjuk, hogy nagyon kedveljük, és ezért hívtuk föl. Nem lett volna tisztességes úgy kihátrálni mögül, hogy nem szólaltatjuk meg. Ezek után is fogjuk hívni nekünk az a fajta hitelessége, amivel ő egyébként a dolgokról beszél, az a fajta összefüggés, intelligencia és az a fajta rálátás. Azért az nagyon kell ebben a műsorban, mi nagyon szeretjük. Tehát, hogy mi ezután hát, is és hívni fogjuk. És közérthető. Közérthető, jó, felkészült, így van. Van benne csibészség is, de ezt el is mondja, hogy 95% a teljesítmény, 5% a csibészség. Az embernek kell, de hát nyilván ez neki is nagy tanulópénz, hogy az ő helyzetében egy rosszul leírt dölt betűs A betűnek is nagy jelentősége van, nem, hogy valaminek, ami nem igaz az ő életrajzában. Nem, hát ezt nem lehet. Nem lehet megcsinálni. Na jól van. Jó, hogy felhívtuk. Szerintem kellett vele beszélni, igen. Mutatjuk a beugrót, a hármas ugrása, mert hogy a hírek után játszunk, és hát nektek az a feladatotok, hogy kitaláljatok 5 előadótól 5 dalrészletet, hogy mit hallunk, úgyhogy már is mutatjuk. Ez a beugró a hármas ugráshoz. Na figyelje mindenki. A Morning Show-ban. Beugró.
Aha. Na most akkor az van, Zsíl, hogy... Húzd fel a pulóveredet a bal kezedben. Hozzátok a csontozók, és melyik ujjad nem fog hiányozni? Melyik ujjadra nincs szükséged? Egyrészt miért ilyen hosszú? Kettő, mi ez a végén? Három? Mit szignálozunk? A hüvelykujjad mellett döntöttem. Az kell a legjobban. Az különböztet meg bennünket az ellenőrségtől, hogy azt visszafele is tudjuk mozgatni. Hogy kapaszkodsz, ugye? Rám ne nézzél, Zsíl. Én nem segítek. A magadnak főztet, edd meg te. Picit hosszabbak a részletek. Hát jó, hogy a Lenny Kravitzot nem adjuk le végig, nem? Így van. És mi ez a szignál a végén? 10 óra holnap találkozunk. Ennyi. Picit semmi. Hosszú volt. Letolt nadrággal 10 óra 2-kor, gyere be, légy szíves. Jó, egy pingpongütővel a kezedbe. Egy vizes szoftütővel. Igen, és egy vizes végű törölközővel. Érkezzél meg hozzánk. Na, mutatjuk még egyszer, figyeljetek, hát ez megy ilyen nap egy kicsit könnyebb, de nem van erre baj. Időnk? És 8 perc, és túl vagyunk a részleteken, figyeljetek. Hát ez az, hogy mindenki tudja, ez a beugró, így van. De jó, mert ez volt eddig? Ez nem, a vége nem, a vége nem. Ez olyan hosszú volt, hogy mind az 5 szám után már jogdíjat kell utalni. Konkrétan igen. Na, írjátok meg nekünk, mit hallottunk, jó? Ez ma kivételesen könnyű, 2 darab előadó vagy 2 darab dalcím, ami könnyebben megy. Cseperről nem lehet kijutni a szabad kikötői úton, lépésbe lehet haladni. Valaki tudja, hogy miért? Reni küldte nekünk, Reni, ha megírták, akkor azonnal mondom. Bodrog keresztúrban mérnek, Szerencs felől lesz. Józsi küldte nekünk, Debrecenben mérik a sebességet rendőrautóból. A Dóci úton, írja egy hallgató, remélem van ilyen. M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalon, az Óbaroki pihenő előtt 3 autó és egy kamion ütközött, a Zsámbéki pihenőig áll a forgalom. Dozi küldte nekünk. Ráckeresztúron mérnek, a Mázsaháznál, a Budafoki úton befelé is 3 autó ütközött, úgyhogy hát igen, szépen indul a ma reggel. Küldjetek el, hogy milyen helyzet a csepeli gyorsforgalmi, vagy a szabad kikötő úton, jó? Mert arra még nem jött megoldás. 2 perc, pontosan 9 óra, jövünk Ákos hírei után. Hölgyeim és uraim! Öveket becsatolni, hangerőt feltekerni, folytatódik a show, amelyre az ország ébred. Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vagon Jani. Itt a Klassz FM-en. 9 óra múlt 13 perccel, jó reggelt kívánunk minden Morning Show hallgatónak. Itt vagyunk a Klasszon, és talán vannak még olyan hallgatóink, akik nem hallották, hogy mivel készülünk megelőzni a Mikulást. Mondhatnánk azt is, hogy ezt neked, Mikulás! Ezt neked, Jézuska! Így van, mert arra gondoltunk, hogy nem ám megvárjuk itt a december 6-át. Már most mondom egyébként, hogy Mikulás is sok mindennel készülünk, de erről még többet nem lehet mondani. De kicsit mi előmikulásozunk már a jövő héten, és valakinek az ablak alá, a kis csizmácskájába, hát azt nem mondom, hogy a falá, mert talán az még azért barokkos túlzás, nem beszél az ajándékról. Igen, de egy gyönyörű szép vadonatúj Suzuki-t varázsolunk, gyerekek! Ez igen! Nem is akármi milyen! Őszi roadshow-ra indulunk, és ennek nagyon örülünk, mert az utóbbi években ugye egyszer voltunk tavasszal, most viszont úgy alakult, hogy kétszer is neki tudunk vágni, találkozni veletek, elmenni, szállodázni, utazni, és hát nektek nem otthon lenni. Istenem, ez az! Már hogy ezt a családunk, ugye? Ezt ők üzenik. Hát bocsánat, ennél azért jobban örülünk. Az nem találtam hangosabb tapsot. Mert hogy Debrecen, Pécs, Esztergom, Győr és Budapest, tehát 4 nagyvárosba megyünk majd Budapesten kívül, nem szeretem azt az út, hogy vidéki városba, kicsit olyan csumpi, vidéki. 4 nagyvárosba Budapesten kívül, és Budapesten zárjuk majd a turnét november 13-án a West End előtt a nyugati téri bejáratnál. Hát ez a szokásos, szinte már-már szokásosá vált budapesti helyszínünk. Amikor is eldől, hogy ki kap meg egy vadonatúj, 0 kilométeres, szalonszagú, újszagú, extrás, mindenféle extrával felszerelt Suzuki Vitarát, gyerekek. Ez a nagy cucc a Suzuki-tól. És azért ez egy nagy dolog, ez nagy autó a Suzuki-tól, és ma azért, hát sajnos nem olyan a helyzet, hogy csak úgy nyereményautókat vágjanak az ember után. A rádiónak viszont sikerült, úgyhogy ezt összehozni, úgyhogy valaki autó tulajdonos lesz jövő héten pénteken. Aki nincs ott a helyszínen, az is kap majd esélyt. Mindent mondunk majd a turné első állomásán, de nem kell már most azon bosszankodni, hát én nem vagyok ott, biztos, hogy nem nyerhetek. Nagyobb esélye van annak, ha valaki kijön, plusz egy csomó más ajándékot is kaphat a helyszínen, de gondoltunk azokra is, akik esetleg nem tudnak odajönni.
hallgatni kell bennünket, és ők is kapnak majd lehetőséget, hogy megnyerjék ezt az autót. Aki viszont kijön, az meg számíthat arra, hogy János ott fog állni az üvegstúdiunk ablakába, és szórja, csak ajándékot. Majd mondom, hogy az már az én bögrém volt, az én tenyérem, a sluszkulcsom, ja nem, az nincs meg. Az én cipőm. Hol van? A gatyám? A cipőm? A kabátom, azt ne dobd be. Szóval elindulunk, igen. A konkrét helyszíneket, azokat folyamatosan halljátok egyébként a spotokban. Adásban mi is mondjuk őket, fenn lesznek a Facebook oldalunkon, a honlapunkon, úgyhogy hogy nem fogjátok, biztos, hogy nem fogjátok tudni. Minket. Így van, nem kerülhetitek el a Morning Show-nak a kitelepülését. Jövő héten ilyenkor egyébként Esztergomban a Széchenyi téren leszünk. Bizonyára, és ott még nem jártunk. Így van, november 11-es, jövő hét szerda, Széchenyi tér. Még nem voltunk, és szeretnénk, ha minél többen lennének Esztergomban. Debrecenben, Pécset, és Győrben is. Győrben és Budapesten, így van. Debrecenben kezdünk majd 9-én. A Fórum Bevásárló Központ környékén kell bennünket keresni. Ez a megszokott helyünk, de a régi helyünk. A régi helyünk, mert igen, több helyen is voltunk már Debrecenben. Jó, és ahogy Jani is mondta, Facebookon ott van minden. Minden hasznos információ. A roadshow-val kapcsolatban a játékszabályokat, hogy lehet megnyerni az autót, azt mondjuk. Sőt, mi több, az autókat meg lehet nézni a helyszínen is, ugye? Viszont tehát ott a lesz teljes már palettát egyébként. Igen. Hát kinek nagyobb autó jut, ugye kinek kisebb az utazásra, de mindent oda viszünk, meg lehet nézni, és a legfőképpen azt a vitelet körbe igen lehet szaglászni, amit majd meg is nyerhetek. Nincs szaga, nem lehet. Ja, nem lehet. Nem, ja, a szalon szaga van. De, az új autónak mindig van. És a vigyázórákor az ilyen 10-15 ezer kilométerig benne is marad. Új szagú, szalon szagú. Beleülsz és érzed, és amikor kezd úgy elillanni, akkor kicsit szomorú vagy, hogy már nem új szagú az autó, de hogy az új autó legnagyobb, hát hogy örömforrás az új szaga, ami jön belőle. Óriás biznisz minden lenne. Óriás biznisz lenne, olyan illatosítót árulni, igen, új szagú. Új szagot. Az nem lenne rossz. Kigurulsz az első piros lámpánál, és rájössz, hogy na most esett 20%-ot az autómára. Konkrétan, ugye az új autónál ez van. Mire az első pirosig érsz mínusz 20%, de addig nagyon jó az illata. Átérezheted, csak hát az új autónál így van. Na most nem kell erre gondolni, mert valaki ezt megnyeri. Valaki majd megnyeri. Reszkesetek, szállodák, jön Balázs Jaj a törölközőknek. Bizonyám, jut is, marad is. Ez ilyen. Hát, gyerekek, a szállodák ezt belekalkulálják, hogy Bali érkezik, és ha megtetszik neki egy-egy törcsi, akkor csomagol. Én ezt vállalom, ha nektek nem kell, szívesen felújítom. A törölköző, az ottani törölköző készletemet, a ti törölközőtök el, úgyhogy nyugodtan gondoljatok most rá. Az egyiken a logók körül kiszakadt az anyag, és mondtam Móninak, hogy elviszem a Szabóhoz, levágatom, és beszegetem az alját. De azt mondta, hogy ne. Vissza. Sok szerencsét. A hotelhez is cserélt ki. De az nem hotelből van, hanem vettem. Ja. De egy ilyen 8-10 évvel ezelőtt. Uh-huh. És miért nem vennél egy újat? Még kidobnád is, mondjuk, hogy 600 forintért, mondjuk vennél 10 év után egy új törölköző. Mit szólsz ehhez? Hogy bevennél valamelyik ilyen kis nagy kék sárgába, vagy jiskbe, vagy mit, bármelyik. Pont és úgy beszélsz, mint Móni. Csak ő szökíti a bajszát. Én is tudod, mivel hova menne. Tehát egy 10 év után esetleg azt gondolnád, hogy nem is keresek olyan rosszul, meg is érdemlem. Jól esik új, friss, finom törölközőbe törölközni. Veszek egy új törölközőt. Nagyobb bolyhok. Érted a törölközőt. Erre kecsölsz a Szabóhoz. Kifizeted, beszegeted, vegyél egy török. Hozzak neked egyet, van egy csomó új, amit még nem használtunk, azt hiszem Sárváról kérsz, egy Sárvári hoteles török. Azért mondom, hogy igazából csak keddig kellene várnom, mert hétfőn már lesz nálad frissen lopott. Figyelj, hétfő reggelre a debreceni szállodánkat már leraboltam. Kiraktam egy sztori kártyát az öltöző, vagy a szobában, ott hagyok 1000 forintot a takarítóknak, és már viszem is a törölközőket. Benne van a szobárba, hidd el. Hát most mondják nekem, mi kerül 30-40-50 ezer forintba egy szállodai szobába? Azt, hogy elviszted a törölközőt. Aha, akkor abban a köntös is benne van. De csak mondom, te a főzőt nem lopok, filtert nem lopok, kockacukrot nem viszek el, és ha nem iszom meg a teát, ott hagyom a filtert, tehát nem vagyok az a típus, aki elrakja a két kis, tudod, tasakos kávét. Benne van az árban pedig. Benne van a filtert, és viszem a mogyorót, tehát mindent ott hagyok, a törcsi az, a törcsi az ugrik. És a samponok, tusfürdők, mert van, aki ezt is összeszedi. Ismerek ilyet, aki azt összeszedi, ugye? Ezeket te viszed. Az jár. Na én a sampont hagyom ott, én odaadom akkor a cenyémet, én azt ott hagyom. Imádok vele zuhanyozni, de nem nekem nem most nem úgy lesz szükséged, hogyha jól alakulnak a dolgok. Miért, ha kopasz leszek, ne fürödjek? Ne, elég egy kefe. Azért gondoltam rá, hogy megfürdöm, ha levágatom a hajamat. Jó, én azt elhozom neked, jó? Azt minden hotelből akkor én elhozom neked. Jó. De ez erre úgyis benne van az áram. Hát de nem azért teszik ki egyébként? Hogy? Hát a törölközőt szerintem nem. Akkor inkább a izét vidd el, a tusfürdőt, amit kibontasz, egyszer lefürdesz vele, és ott hagyod majdnem telin, azt akkor azt úgy is kidobják, érted? Na de azért a törölközőt elvinni. Ne fájjon az, gyerek, ne legyünk törölköző idő. A legnagyobb arcátlanság mondjuk, hogy egyszer a rúgós ágybetétet visszavitett.
Jó. A kocsi tetőre. Én is jártam már úgy a hónomat a letévvel, megpróbáltam bal kezemben a távirányítóval kicsitán, csak szóltak, hogy legyek szíves. Elnézést, minden a laptopom csak nincs összecsukva. Szeretem a nagy kijelzős laptopokat. Na, van nyúkár autóillatosító egyébként. De nagy. Keresek egy ilyet. Nézek egyet a benzinkúton. Na, gyorsan még egy-két közlekedési hír. Azt mondja, hogy M1-es Pest felé 44-es kilométernél baleset, 4-5 kilométeres a sor. Megvan a csepeli dugó oka is. Réka elküldte nekünk, hogy a szabadkikötő útnál baleset miatt lépésbe lehet csak haladni. A kút és a Barkács áruház előtt a lámpánál állnak keresztben. Igen, ott jössz ki a szabadkikötő útra, ott van egy finom jobbos, ott valószínűleg valaki elszállt, és emiatt van dugó. Köszi, Réka. Kint van a trafi az M1-esen a 140-es kilométernél Pest és Hegyeshalom irányában is, mindenki óvatosan menjen. Aztán mérnek az M3-ason Budapest felé a 106-os Molkútnál, Gyöngyhalász üzeni nekünk, valamint azt nézem, hogy Kisúj és Karcak között trafi van a 4-es úton, fehér Opel Astra kombi a parkolóban áldogál, ez Dodek küldte, úgyhogy ott is mindenki vigyázzon. Ha, gyerekek, na mond, hadd lopjam el a kis szabad járását. Ti emlékeztek még a pillanatra, amikor először sírt fel életetek gyermeke? Igen, sajnos. 8 éve, fél órával ezelőtt 8 éve született meg Panna lánya. Képzeld el, és most úgy eszembe jutott, hogy írt rám a feleségem. Az előbb nem hetet mondod? Esküszöm, hetet. De 7 éves a gyerek, de 8 évvel ezelőtt kellett megszülessem. Mert 0 évesen születik egy gyerek, tudod? Tehát ahhoz, hogy 7 éves legyél, ahhoz 8 éve kellett megszületned. Igen. Miért nem? A egy éves, amikor egy éves a gyereked és egy éves születésnapját ünnepeled, akkor ő már egy éve veled van. Hülye, hogy ezzel most én dirigál vagyok. Amikor 7 éves a gyerek, akkor 8 éve már engem veled van. Engem már nem érdekel a gyerek. Engem, hallod? Engem ez a sztoriáról érdi meg magam. Mi van? Most hát ezen gondolkodnom kell. Ha 7 éves a gyerek, akkor 8 évvel ezelőtt született. Mert az egy éves születésnapját azt ja, tényleg, egy értem. Év alatt érte el. Értem, öcsém, mit mond, olyan, mint az elefántok, ők 50 hónapig terhesek, akkor számolj vissza. Mi csak 9? Várjál. Érted? Amikor egy éves vagy, igen. Az az első születésnapod, de nem akkor születsz. Igen. Az neked már a második szülinapod, mert egy éve vele vagy a szülőkkel. Tehát 8 évvel ezelőtt, igen. Mert ma 7 éves a gyerek. Mikor született? Mondd az évszámot, mert utána járok, jól van. Na. Na. Én csak ebből tudom kiszámolni. 2008. 2008. November 4. 9, 10, 11, 12, 13, 15. Öcsém, az 7. Nem! Hallod, öcsém, 2009, 2010, 11, 12, 13, 14, 15. Na tényleg, 8, de 7-et mutat. Hallod, öcsém, én meg vagy. Várjál. 8-at mond, 7-et mutat. Apám. Hát ha most van a 7. születésnapja. Igen. Igen? Akkor 8 éve született. Akkor 8 éve született. Akkor 8 éve született? Akkor 2007-ben született a Panna. Hogy van ez? Egy picit, de amikor egy éves volt, akkor mit mondtál? 2 éve született? Nem, akkor egy éve született. És akkor hogy... azért egy hol a éves. Érted? Azért született 8 éve, mert amikor egy éves, akkor már egy éve született. Jó, én mondom, én ezzel 10-ig meg vagyok. Hallod, én most kinyomom magam és számolok. Hol a kalkulátor? Már senkit nem érdekel a gyerek, hogy mikor született. Én érzem, hogy töltete van ennek az egésznek. Nem, az az én. Ha számoljunk csak, de 7 éves. 7 éve született. Igen. 2008-ban született. Nem, hát a 7 éves, akkor már 8 éve született. De most ez hanyadik születésnapja? Most 7 éves. A majd egy hülyát mondtam annak a 7 gyerekre. Hát ha egy éves, amikor igen. Az első születésnapja... De ne azt mond, most hány éves? Most 7-es. Most ez a 7. születésnapja? Tehát ez a 7. születésnapja, akkor 8 éve született, nem? Hogy született volna 8 éve? Akkor 7 éve született, nem? Hát egy éves korában már egy éve veled van a gyerek. 2 éves korában már 2 éve veled van. Hát de azért mondod egy éves korában, hogy most vagy egy éves, hiszen egy éve veled van. Igen, egy éve veled van. Hát akkor azt mondom, hogy most vagy egy évesen, nem mondom azt, hogy boldog második születésnapot, Benny. De apa, csak egy éves vagyok. De nem át, de nullától egyig, az már eltelt egy év. Azért mondom, hogy most egy éves a gyerek. Igen. Tehát a 7 éves, akkor most 7 éves. De akkor már egy éve veled van, érted? Levezetted? Hogy van ez? Persze, hogy 7. Nézd meg, húzza a strigulákat, óriási. Mondd meg nekem, hogy ez hogy 8. Na, hát de mikor született? 2008-ban. Ott van, igen. Egy év. Igen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Most számold meg visszafelé is. Hú, basszus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nem, 8, számold meg. Számold meg a strigulákat. Visszafelé. De miért a nullánál is számol? De a nullánál miért számolnék? Kezdj el számolni a hetesnél. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Én eddig bíztam menned. Nem mondd azt, hogy 8. Hát kivel vagy?
Hallott? Számolj visszafelé a hetedik évtől, az 8 évvel, 8-szor 365 nappal ezelőtt született de a lány. De miért te vagy az egyetlen, aki fogalmazol ebben az országban? Miért nem azt mondod, hogy hány éves a gyerek? 7 éves, 8 évvel ezelőtt született. Tehát most ha Benni megkérdezi, hogy apa hány éves vagyok, ugye most volt 6 október, akkor nem azt, hogy 7? Nem, ő 6 éves most, de 7 évvel ezelőtt született. 7 évvel ezelőtt született. Hazamegyek, megzavarom, aludjon rosszul. Kicsit összezavarom az estimes helyet, ma más kap. Na azt hiszi, mesélek neki, de nem, inkább összezavarom. Hé, rágya, suli! Már rég 2 éves vagy. Fú, ez most engem levert. Az anyjához. Én most ebbe belefogytam ebbe a másfél percbe. De érted? Jó. Abszolút értem. Hetedik születésnapja, de 8 éve születem. De értem. Így van, tehát 8-szor 365 napja van velünk, és most már fél órája voltam boldog apuka, ott álltam az 500 forintos kék munkavédelmi köpenyben, amit ott hello. Nem, nem olyan iment. Nekem nincsen. Én a munkavédelmi 500 forintos kék köpenyben mentél oda, ugye ott vetted te is, vagy te már ezerest fizettél érte a gépből, nem kellett venned? Micsodát? Hát ilyen kék izét, kék vagy zöld színű. Ilyen dobtam a gépbe, nekem csoki jött ki belőle. Ilyen műcsös. Nekem leesett a cukrom, én bedobtam, de azt mondták, vegyek fel egy köpeny, nekem kijött egy Kinder Bueno. Kellett, volt ilyen automata? Ha persze. Igen. Hát fel kellett venni ruhát, neked ne, de bemehettél civilben. Nekem már rettenetesen undok nővér adott valamit. Ja, hát a csókosoknak ugye járt, nekünk semmi kellett. Annyira voltunk csókosok, bement a vikiszülési fájdalom, azt mondták, adunk algopirit. Hallod? Hogy gyújtanám föl őket, de tényleg, komolyan mondom. Tehát az első hely, ahol a Benni született, az senkinek nem kívánok. Egyre több romantikus élmény jön fel ezzel a sztorival. Nekem ez annyira szimpatikus. Igen, pont arról akartam mesélni, hagyjuk majd, az meg csak délutára lesz, meg egy óra múlva konkrétan a Benni megszületett, meg kellett császározni, mert bepisét, és tudod, mit mondott az az állat? De tényleg állat, pedig le a kalapa az egészségi dolgozók. Adok egy kis algopirin, csak ne szimuláljon. Ezt mondta. Az ilyen miért? Miért megy egészségügyisnek? Miért? De tényleg. Na mindegy. Mindegy, csak felhúzom magam. Igen? Jó. Akkor igen, engedjük el. Mentél? Algopirin. Engedjük el, akkor térjünk vissza. Jó, az alap. Szóval, hogy 8 éves a gyerek. Igen, bementél. Te 8 éve van veled egy gyerek, ha 7 éve. Nem voltál szülésnél? Nem lehetett, császár volt. Csáj, még egy hónapot kellett volna várjunk. Császár doktor úr, basszus, császár, ugye, kemény, tudod, nem enged be mindenki. Nem enged be, hiába adtam neki készpénzt. Nem, még egy hónapot bent kellett volna legyen Panna az anyukája hasában, de úgy döntött, hogy kijön, és akkor aztán mégse döntött. Akkor már 9. évben lett volna. Nem, az még ugyanúgy 8 éve van veled, ha 7 éves a gyereked. Ezt üzenném mind egyébként mind mindenkinek, aki okosakat ír matekból, hogy picit gondolkozzatok el rajta, és akkor értitek, hogy mi van a dologban. De hogy olyan szuper jó érzés. Ja, jutott eszembe, hogy most 7, de 8. Ez a 8. Bementem, nem az, elment nem mellettem egy fiatal szülészorvos, rám nézett, és azt mondta, megjött a pizza. Na anyád jött a pizza. Ezt mondták ezzel neked. Megjött a pizza. Mondta itt, neked, mint apuka. Igen. Én bementem. Mondod te, akik algopirit kaptatok fájdalomcsillapítót. Jó, az kicsit én vagyok, de azért azt, hogy értem. Két songukú volt, uram, jön az, mennyi aprót adok. Ezt meg kell, azt mondja, megjött a pizza. Hát a kis klumpácskádban ott, hogy megjött a pizza. Nem klumpácskámban, érted? Nem, gólyalábakon mentem be. És azt mondja, megjött a pizza. Nem, egyszerűen nem hittem el. Kemény. Aztán azt mondta az egyik, hogy hívják, nővérke, hogy már mondtam, hogy a másik szobában nem lehetne átvinni a feleséget, mert látom, hogy ott fel lehet hajtani a támláját az ágynak. Az biztos segít a tolásnál. Most kell szólni. Á, de szél. Ugye, hogy el tudják venni azért a szülés romantikáját, igen. Most hány gyertyát tesztek a tortára, Feri? 8-at? Nem, 7-et. 7. Az első évben, amikor azt mondod, hogy egy, nem azért, mert a hallgatók is, tehát, hogy a, nem, csak kérdezem, ha valaki hangosan kiabál, azon a rohadt márványsajtos tortán, vagy márványsajtos disznóvéres tortán, vagy 7 gyert. Disznóvéres lesz, egyébként hurkákkal körbekerítve, 7 lesz rajta. Csavai torta. Ugyanis például, amikor egy hónapos a gyereked, ugye, igen? Akkor még ő nem éves. Akkor de már hónapos. Veled van az első évben, amikor csak egy hónapos, két hónapos és három hónapos, még nem éves a gyereked. Az első év végén ünnepled meg az első születésnapját. És akkor van velem egy éve. Akkor már egy éve veled hát azért van ünnepled az elsőt, mert igen, hogy egy éves vagy, egy de éves. Idő, igen, de amikor te mondjuk, érted, a hetediket ünnepled, boldog, akkor számolod vissza. Boldog, hetedik vagy nyolcadik születés. Apa, de én csak 7 éves vagyok. Mondom 8. Istenetesen sokáig. Mondom 8. Ez kemény. Na jó, van, szóval 7. vagy 8. 7 éves, nem 7 éves. Nagy buli lesz? 8. Mi lesz? Mit kap disznót? Ne, az már megvan. Viccel. Élő disznót, élő csúkot. Most disznóvágást. Disznóvágást. Most megszúrhatod. A kis barátaival. Idén az ünnepség nincs böllér, te szúrod meg a jó utában.
Mi ez? Otthon vagy játszóház? Otthon. Otthon? Otthon. Be a kalapra. Ja nem, a gyerekek? Gyerekek. Ja, nem. Pár gyerek, gyerek van. Otthon. Gyerek otthon, behagyjuk, persze. Elég volt? Igen. Szóval, hogy mi? Na, van egy olyan hely, ahol ez egy főzőiskola, és a gyerekek csinálják meg azt, amit megesznek a végén. Pizzát csinálnak, pizzát sütnek, meg de tórát. Nagyon jó. Hát figyelj, a legjobb. Meg is csinálja magának, otthon. Ott is eszi meg, igen. Nem koszol otthon. Sütés, főzés, anyja. Nagyon jó. Majd ti megcsináljátok magatoknak, most már rohadtul unom. Nagyon jó. Azt hittem, hogy bevállalod az otthonit, mondom, le a kalappal, hogy 8 gyerek azonnal belenyúl a csoki tortába. Szoktak lenni megy nálunk megy labdázni, tudod? Mondom, én azt nem. Szoktak lenni nálunk, ilyen létszámú gyerekek, de ezt most nem akarjuk, ilyen főzős lesz. Mi főzős szedbe mennek a el. A specialitás a gyereknek? Bármi, amit kérsz tőle, veg a kaját nem tud csinálni, úgyhogy ne kérj. De tényleg? De mi az, ami a legjobban megy neki? Már micsoda, miben? Hát mit tudom én, a Julienre vágás. Hát milyen recept, hogy milyen étel, amit én nyilván Balázs most mondaná, hogy sáfrányos papardelle kurkumás berzenk. Ezt 3 évesen csinálta. Jutúros mardenkával, jupcsinkás lupcsinkával. Nem, ez 3 évesen csinálta ezt a dolgot. Papardell és fafardellével. Kurkumás burkumával. Na, de mi? Mit tud? Mit tud csinálni? Pizzát tud csinálni. Mi az, hogy mit tud? Rántottát tud csinálni, segít, hogyha meg kell pucolni valamit, összevág aranyosan minden. Pontyot a szájjal, a disznót azt rendesen bontja a bontási térkép szerint, persze pörzsölni tud, begyúrja a kolbász betörés föl. Hallasz, Stefánia, te úr! Füstöli. Lepazarolj. Hogy mit tud? Na, hát akkor pizzát fognak csinálni. Ők igen, ott igen. Mi hozzon belőle? Vagy miért? Kíváncsoljuk rá, hogy egy 7 éves gyerek, vagy 28. 5 7 éves. Na, mit tud főzni? 8 gyertya van, de 7. Mit tud főzni? 7 van. 7 éves egy gyerek. Rohagyjak meg, mindig nem értem egy 7 éves. Nem is kell. Van generáció? Miben? Amit mondasz. Nincs semmi. Nem? Hát hogy lenne? Vagy van benne anyag? Vagy... A gyerekben van, persze. Soma most akkor hanyadikban van, mert akkor próbálom megjegyezni. Elsőben, de másodikban. Ötödikben. Nem, igen. Öt de éves. De 6 éves született? Ha persze. Akkor 6 éves született. Jó. De 1 éves korában volt 1 éves. De mégis 1 évvel több éves, amikor született. Érted? Amikor az 5. ünnepled, akkor már... És most zene. Én az ilyen adásokat nagyon szeretem. Teljesen. Teljes minta. Igen. Jó. Jó, van, hát sok boldogságot kívánok neki. Akárhány éves is. Akárhány éves a gyerek. Akárhány torta van. Csak egészséges legyen. Csak boldogságos. Én gyerekek minden születésnapkor meghatódom. Komolyan egy kicsit. Mondom, kicsit, tényleg nem az meghatom, amikor ott ül a kis barátaival, fújja a gyertyát, most volt a benne októberben. Mi játszóházba hiszünk, tehát én nem hozzánk nem. Tehát azt mondom, hogy igazat van. Egy valaki nyúljon bele a sajtortába, és menjen be a állószobába a halálfia. Tehát vége van, nincs arcfestés. Tehát nekem jött egy barátom elmesélt, hogy arcfestéssel kezdtek egy 8 fős kis barát, majd a gyerek felugrott a fehér bőrkanapéra, és brutálisan megtörtént a kárút, mondta, hogy akkor ezt nem. Fehér bőrkanapé, ki volt az átszőró? Nem. Igen. Na, jó van akkor. Hát így van, meg hogy most így találtok a kocsikulcsot, hát ha még ott zsibongott körülöttetek 20 gyerek. Hát 2008-tól 2009-ig egy. Uh-huh. Basztus, két éves. Ne, engedd el. 2009-től 10-ig 2. Igen. Most mi 10-től 11-ig 3. Számold vissza, 11-től 12, 4, 12, 13, 5, 13, 14, 6, 14, 15, 7. Így van, tehát. Igen. És akkor hogyan a 8? 7 éves. De nem számolhatod be, akkor jó, oké, beleszámolod, de a 7-et még nem számolhatod bele. Számold úgy, ahogy az előbb számoltad. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Az eltelt éveket. Azért egy fél óra kellett, mire rájöttél. Mert az előbb, ahogy megszámoltad, akkor azt mondtad, hogy basszus, igazán a Ferinek 8 év. De másodszorra mondtam azt, hogy igazán, nem, amikor mondta, már rám, elkezdted visszafelé számolni, és 8 év. Ha? Én meg vagyok apám, hallod? Én jövő szerdáig meg vagyok. Nem csöndben vagyok, azért van, mert még mindig gondolkozom, öcsém. Hallod? Nekem fingom nincs. Én hiszek neki. És a nullától 1 évig azt ugye hova számolod? Ebből indult ki az alapvetés, és János, amikor visszafelé elkezdett számolni, és kiszámolta a 8-at, akkor döltünk hátra, hogy meg vagyunk a 7 éves gyerek valóban 8 éves. Na most csak rajtam úszott el ez a dolog, már megint kész. Nem, az ő is volt. Játsszunk egyet. Legyen ez a harmadik kérdés. Hány éves a panna? Hány hanyadikban, mam? Igen. Játszunk egyet, már is itt van a játékosunk. A hármas ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki!
Legyen ez első kérdés, és akkor meg vagyok holnapra. Tehát 8. születésnapja, de 7 éves. Nem, 7. születésnapja, de 8 éves. De 8 évvel ezelőtt született. De 8 évvel ezelőtt született. Hogy 2008, most 2015 van, az mennyi szerintetek? 7. Hát persze. Összeadva? És akkor hogy jött ide a 8? Halló, jó reggelt! Halló, sziasztok! Ildi vagyok. Hello! Szia! Ildi. Honnan hívtál minket, Ildi? Tökörről. Uh-huh. És van gyereked? Van, igen. Hány? 2. A 2 az 3? Vagy 2? Nem. 2 az 2. Felétek, hogy számolják ezeket a szülinapokat? Évtől évig. Jó, mivel foglalkozol, Ildi? Postán dolgozom. Ó, tegnap pont a postákról meséltem, hogy egy-két hónapja újra postára járok, hát gyerekek, ott megállt az idő. Ott még mindig 1970 van. De tényleg, imádom. Ne, annyira retro a hely a posta, hogy kevés ilyen van manapság. Nagyon szeretem. És mit csinálsz a postán? Hát, felveszek ezt-azt. Ha valami leesik? Nem. Elnézést, hogy amit... lejtett az esik a vagy. Nem. Ez, amit az ügyfelek hoz már. De jó. Küldeményforgalom. János is dolgozott postán régen. Így van, csak, csak egy kicsit hátrébb. Igen, kézbesítő. Hmm. Kézbesítő volt. De egészen pontosan így van. Volt, igen. Így van. Biciklis. Na, az is volt. Az kerékpáros. Az. Így van. Jó. Egyszer próbálkoztam motorral is, de hamar utolértek. Aztán felfalta egy kuvasz. Megemésztette. Igen, felfalta egy kuvasz a postástárkában, és a riasztóval és 340 ezer forint készpénzzel, meg 30 darab nyugdíjcsekkel. Igen, 4 hónapig élt egy kuvasz gyomrában. Na jól van, figyelj! Milyenek a kérdések, Jani? Azt mondja, hogy hát figyelj, most már nem tudom. De az elsőt, úgy, azt tudjuk, az könnyű. Nagyjából vihető. Így szól az első kérdés. Hány ország található a skandináv félszigeten? 5. Ejj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 j
Lengyelország. Igen. Jó. Igen. Te lehet, hogy még Dániára gondoltál, tehát, hogy az már a másik oldal, az nincs ott. Nem. És ugye Finnországnak csak egy része. Így van. Jó, rendben. Rendben. Ó, Ildi, hát ez egy rövid játék volt. Nem baj, köszönöm szépen a lehetőséget, nagyon örülök, hogy tudtam veletek beszélni. Köszönjük is. Ne keseredjél, legközelebb, jó? Jó, rendben, köszönöm szépen, szép napot nektek. Sziasztok, ciao. Hello. Sziasztok. Hogy tudok én ebből rosszul kérni, még ebből is. Eddig Balázs volt a kedvencem az intelligenciája miatt, de most meggondoltam magam. Én jövök ki rosszul, hogy az én gyerekem 7 éves, 7 éves. Vagy 6 éves, 6, és még én vagyok a hülye. Hát, na jó. Én ebben vállalom. Nincs ezzel baj. A 8 az új 7, írja egy hallgató. Ebben van igaz. Így van. A 8 az új 7. Igen, ez 8 az az új 7. Ez a heti elmondatunk. 8 az új 7. Jó, nem elég arra a tortára, mint rájön, hogy boldog szülinapot, az kész. Feri átírta a matematika törvényeit. Ennyi, a 8 az új hét. Jöttetek velem szépen. Nagyon szépen bekajáltuk, igen. 3-4-10 lesz, 7 perc múlva jövünk mindjárt a nap legjobb pillanataival. 2-3-7. Hogy? Apám, hallod apám? Ez a Feri nagy játékos. Hallod, hogy találtam már ezt is. Hogy megvezetett mindannyiunkat a rohadt életbe. Van, aki majd leesett a létráról, úgy felidegesítette magát. Nagyon kemény SMS-ek jöttek. Kapom az SMS-eket. Figyelj, jött 4. Ugye ez most vicc, kérdezi valakit. Ki ez a köcsön? Ugye ez most vicc. Írta Juli, nem lehet, nem így van. Írta Viki, nem jó, nem így, ne úgy számoljátok, így számoljátok. Nagyon jó. De még a saját munkatársaink is. Sem tudják nem tudják megfejteni a műsort. Hogy most direkt? Ez nem direkt. Megbeszéltük előre, hogy legyél volt. Hülye, és mi eljátsszuk? Vagy mi játsszuk el, és te mondod komolyan? Vagy mi eljátsszuk, hogy hiszünk neked, és adjuk alád a lovad, és eljátsszuk, hogy igazad van? Jó, de most vagy már tényleg elhitetjük veled, hogy igazad van? Vagy nem tudjuk, hogy igazad van-e? Tehát 4 verziója volt az elmúlt fél órának, ami egyébként teljesen reális lehet. Az egész egy megbeszélt dolog volt, hogy mi hülyét csinálunk magunkból. Jó, akkor mit vagy beszéltünk hagyjuk, meg, mert én más sem tudom. Vagy hagyjuk, hogy a Feri csinálja magából hülyét, mi direkt értetlenkedtünk? Melyik volt? Hm. A saját feleségem nem tudja, hogy mi történt. Az a baj, hogy én sem. Hány éves a gyerek? Jó, nem, az a jó ebben, hogy Feri csinálja jól egyébként, mert abban a pillanatban, hogy érzi, hogy hülyeséget mondott, úgy kezd el csinálni, mintha direkt csinálta volna. Persze, át kellem rátok. Hallod? A játékos a bácsi. Elmondom neki a jó választ. Elmondom neki, elmondom neki, hogy miért nem jó, amit mondott. Erre beteker, és erre belém magyarázza a rosszat. És te jössz velem gyönyörűen.
Lehet, hogy most már ne áruljuk ne el, áruljuk hogy el, melyik volt. Hát az, nagyon, az a lényeg, hogy a hallgató szórakozzon, gyerekek. Hmm. Hogy itt milyen trükkökkel, meg árukapcsolással kötjük magunkhoz, azok már szakmai fortéjuk. Direkt, tudatosan, tudattalanul, nem tudom. Ja, de nyugtass meg minket, már semmilyen évforduló nem várható ebben az évben. Dehogy nem, még egy csomó minden nem van, amit kiszámolhatunk. Na, mutatjuk, mivel foglalkoztunk ma reggel. Próbáltuk megvitatni az élet nagy rejtélyeit, például azt, ha eltűnik egy slussz kulcs, mert hogy nekem eltűnt, ami nem lenne baj, csak ez az egy van, úgyhogy mehetek kulcsot csináltatni, úgy néz ki. Mert ugye egy napja folyamatosan a kulcsot keressük, és arról beszélgettünk, hogy hogy tudnak tárgyak úgy eltűnni, hogy az egyik pillanatban még ott vannak, a másik pillanatban már sehol. Mindenkinek volt ilyen nagy eltűnése, napszemek, slussz kulcs, amikor tényleg nem találod, és valószínűleg a büdös életben nem lesz meg többet. A baj csak az, hogy ebből egy van. De az nyakba medálnak. Persze, veszek ilyen tapsolósat, hogy megyek, fütyülök, és akkor tapsolok, és a slussz kulcs jelez, igen, vagy nyakba akasztom. Erről beszélgetünk, valamint felhívtuk Nógrádi Györgyöt, mert hogy ugye hát vele kapcsolatban most elég sok minden megjelent, leginkább az Indexen és a 444-en, és megpróbáltuk az újságíró állításaival szembesíteni, volt egy-két tételesen felsorolt dolog az ön életrajzában, amit az újságírók nem véltek igaznak, vagy csúsztatásnak, vagy ferdítésnek véltek. Mi ezeket megkérdeztük, Nógrádi György pedig készségesen válaszolt minden kérdésünkre. Ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 5 perc van pontosan. 5 perc van pontosan. 10 óra, Csabi, hello, jó reggelt. Jó reggelt. Szevasztok. És hívjuk a naphallgatóját már is. Akartam pont mondani, hogy lesz-e ma naphallgatója. Lesz, hogyne. Hogy ha fölveszi, akkor hogy a vihar van-e, drága vezérem, drága vitézem? Szőröm, nagy uram. Köszönöm, hogy hallgattok rám. Hogy a leborult civar végét ne lenne vezérem? Úristen. Képzeljétek, kiderült, hogy alkalmas vagyok. Üzemorvosi vizsgálaton voltam. És mire vagy alkalmas? Fejfőbetegnek. És fájt? Morning Show. Az bizony. Jó reggel. Gandhi, hello. Te vagy. Honnan ha írtál nekünk? Én Cegrédről. Cegrédről. 9 óra utáni témánk téged is megmozgatott, mint oly sok mindenkit SMS-ben, aki hol bennünket nézett hülyének a Janival, hol Ferit, hol elkapcsolt, hol visszajött, hol felborult a létrával, annyira felidegesítette magát. Te nagyon jót írtál nekünk, Feri, sok-sok felkiált a jele. Ezek szerint, ha ma vasárnap van, akkor 8 napja volt, hétfő? Ajjaj! De nincs ma vasárnap, ma szerda ne, van. Ne, erre már nincs idő. Gandikám, te is felhúztad egy picit magad, ugye? Igen, igen. Óriási vagy. Tényleg? Egy picit? Érzem. Hát, egy picit. Sok-sok felkiáltó jelölt. Te vagy a naphallgatója, hogy ne idegeskedj. Tudod, hogy csak humorizálunk? Persze. Sosem lehet tudni, hogy éppen direkt vagyunk hülyék, vagy nem. Így vagy nem. Mi történik? Nem kismelő egy ilyen témát kitalálni. Így van. Előre. Fengeteget dolgoztunk. Nem baj, azért büszke vagyunk a Ferire. Ugye? A dohányzás miatt mindenképpen. Na látom. De milyen szépen kijött azért ebből a gondolatmenetből. Mikor rájött? Hát, elcseszte, értem, visszakozott szépen. És még titeket becsavartalak, hülyének nézték az egész bagást, engem gyűlölnek, úgyhogy rendben van az elmúlt fél óra. Gandikám, küldjük neked az ajándékcsomagot, jó? Ja, rendben, köszönöm szépen, szép napot mindenkinek. Szia! Balázs, biztos, hogy 10 óra lesz, kérdezi valaki. Csabikám, remek zenék? Ki sem merem számolni hány óra múlva, de lesz ma egy ősbemutató. Rúzsa Magdinak a legújabb dalát itt a Klassz Kívánság műsorban lehet majd elsőként hallani, de ez majd csak 2 óra után, hogy hány óra múlva lesz, azt majd a Feri megírja mindenkinek SMS-ben. Viszont egyből itt az első órában Pinknek a Klassz Slágerét szeretném hozni, amit most egy ilyen Ellen DeGeneres showban mutatott el nemrég, és ez a Today's the Day. Pinket imádom, gondolom, hogy ti is hallottam korábban. És már láttok az új nótát tőle. Nagyon jó. Pink jól énekel mindig szerintem, és a dalai is tök jó. Így van. Ez is. Csabi, én a Kívánság műsorral, a Facebookunkon pedig, vidéki helyszínek, túlné helyszínek, keresetek bennünket, azt jövünk. Szevasztok holnap. Sziasztok. Hello. Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt már a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora.